Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 15 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, sziasztok! Jani, hello, jó reggelt! Hello. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk újra. Ez a női sikoly ebben a szignálban szinte előrevetíti majd a kitelepítőket majd májusban. Bizonyám, közeledik a május, és megyünk kitelepülni. Elindulunk. Azt hittem, azt érzed, hogy ez minden reggel neked szól. Egy picit úgy is. Ugye? Igen, de jó, hát az embernek ez kell, érted? Magabiztosság, stb. És akkor majd jönnek oda a sikoltoz, és kérdezik, hogy Balázs, itt Balázs van még? Balázs, itt van még? De úgy van, hogy Jani! Jövök. Oda mész, semmi. A Balázs itt van még? Semmi, csak a Balázs itt van még, nem? Ó, köszi, Jani, akkor szia! Ki tudnád cserélni ezt a nyakbalkasztót inkább egy egérpadra? Ó, köszi, Balázs itt van még? Jaj, nem, hát szeretnek ott mindannyiunkat. Gyerekek, olyan jó ez az átállás, komolyan mondom nekem, mert hogy ugye 6 órával előrébb vagyok én ott, vagy voltam, uh-huh. Ami azt jelenti, hogy ott most dél van, tehát 3:30-kor én szépen fölébredtem. Hogy is? 3:30-kor, mert ugye ott már dél van, vagy 1 óra. És megszokott, hogy ott már napközben vagy, mert 6 órával ott már előre vannak, tehát ott már 1:45 van. Ha jól számolok, 1:45, tök mindegy, 6 órá vannak előre. 3:30-kor fölébredtem, beálltam a forró víz alá, zuhanyoztam. Egy órát. Ettem egy kis gyümölcsöt reggel, kiültem a teraszra, hallgattam a Rigókat, csináltam egy teát magamnak, még mindig csak 4:45 volt. De kemény. Belenéztem a felvett műsoraimba, úgyhogy olyan sok időm volt, hogy annyira jó lenne minden nap így tudnék felkelni, hogy az valami elképesztő. 5 perccel előbb se bírok, mint hogy ugye amennyivel kell, ilyen 5 óra 4:30 környékén. Hoztam egy kis joghurtot, az jó hölgyeket, madárcsirkét is akartam, egy jó ebéd. Átnéztem az ügyeimet, mit kell ma elintéznem, beraktam a teniszcuccomat, mert 11 órakor egy nagyon fontos mérkőzésem lesz, úgyhogy oda kell sietnem, nagyon komoly rá. Egy kora esti meccs. Igen, egy kora esti meccs, így van. Átgondoltam, hogy fogom megütni a fonák keresztemet. Megnéztem a kis edzőcipőmet, kitisztítottam, beraktam, kipakoltam az autómból, még mindig csak 4:30 volt, tehát hogy ez valami... Tök jó, és délután egyre tiszta kripli leszel. Semmi, 10 órakor már nem fog látni be, annyira kész leszek, de hogy úgy szeretném, ha ez így nem múlna el nekem, akkor a gyötrelem a reggeli kelés mindig, és akkor a fizikai fájdalom, és most valahogy így... Figyelj, ragaszkodjál a tájföldi szokásaidhoz. Menj haza, teríts ki a ház elé, takarót feküdj ki. Az lesz. Akár esik, akár. Fúj. És a gyerek is képzeld el, hogy mivel még ő se állt át, 8 órakor könyörök, hogy tegyem le. Nézem, apuci, mesélni se kell. Mit mondtál? Ma nem mesélj nekem, olyan álmos, hogy hadd feküdjek le. Mondom, várj, ezt fölveszem. Mondd el még egyszer, diktafora. Sose fogod többet elmondani. Ez a mondat nem lesz többet. Tegnap előtt este is, mikor hazajöttünk, elment aludni. És tegnap is 9:30-kor már aludt, mentem haza, forgattam. Forgattam, a gyerek már ágyban volt, mert kérdezem, Viki, lázos a gyerek, vagy hozza valamit a patikából, vagy baj van, vagy semmi, nem, bekéreckedett az ágyba. Tehát 9:30-kor már hangosan horkolt, úgyhogy ez nagyon bírnám ezt. Mert ugye a reggeli kelés az mindig egy ilyen nagy dög, nem? Szóval, hogy így küzdesz, én legalábbis nagyon. De még nagyon, 5 perc, még 6 perc, szundi úgy, 8 perc szundi, 10 perc szundi, és van egy olyan programom, ami visszaszámol, hogy még mennyi van a szundimból. És mondja? Mondja, hogy ha szundira állítod, akkor visszajön, hogy még 4 perc 50 másodperc és újra élesz. 3 perc 10 másodperc és újra élesz. Tehát már a szundin belül is tudod, hogy nézni, hogy hány perc van még a következő szundi. Jó, tehát azt az időt, amit alvással töltenél, azt te azzal töltöd, hogy hallgatod, hogy 4 perc 50 másodperc múlva fel fogsz kelni. És nyilván lesz majd egy olyan app, ami a szundi csekkoló programnak a csekkoló programja is. Nekem úgy van az óra, hogy 5 és 5:20, tehát aha, hogy duplál, és mindig az 5-ös szundi is pörög, meg az 5:20 a szundi is pörög, és akkor nézem, hogy mi van. És ehhez képest madárcsicsergést hallgatni reggel egy forró teával, hát gyerekek, ez maga volt a nirvána, amiben kerültem ma reggel. Vénkorodra te olyan leszel, mint ha volt ez a film, a Hány az óra, Wecker úr. Tehát, hogy ilyen 300 különböző ilyen olyan óra, időmérő szerkezet, homokóra, nem tudom, hogy kakukos óra, mindenhol, minden beleszállítva, minden fog mindent ellenőrizni, és mindenhol szundi üzemmódba fognak ketyegni. És minden, igen, tartalék üzem, nem, ha hisztek, hanem annyira félek az elalvástól, mert annyira lelkiismereti kérdést csinálok belőle, hogy itt kell lennem reggel, tényleg, tehát ez nem kamu. Szörnyen rettegek, hogy elalszom. Nem, tényleg, most már hónapok óta, nem tudom, észrevettétek, egyébként nincs is. Vénülök, tehát nem szeretek elkésni. Ez nálam egy ilyen neuralgikus pont a reggel, hogy úristen, mi van, ha elkésem? Na pedig, hát úgy éreztem magam, mint valami időmillió. Mikor feküdtél le?
Forgattam, úgyhogy nem későn, de 4:10-kor már ágyban voltam. Ja, én is. Hát mert ugye ott meg már ahhoz képest éjjel 2 igen, van, tehát hogy annyira álmos voltam, hogy nem bírtam. És akkor az vagy, ez el fog múlni. De minden nap így fogok kelni, most elhatároztam. Nyilván. Negyed-négykor megriasztom magam. Minden nap ezen a héten. Minden nap még holnap, és a holnap, de ránézek, mennyi az idő, 4:45. Milyen vagy? Na jó. És te tudod, ilyen 5:30-kor nagyon durván megriadok majd, hogy úristen. Úristen, be kell érnem. Na mindegy, úgyhogy ez volt. Ma meditatív állapotban vagyok, és nem is nagyon szeretném, ha valaki elrontaná a hangulat. Aha. Jó. Értjük, akkor beszéljünk halkabban. Jó, Feri, húzd ki alulunk a bedet, rakjunk be alá egy óm hangot. Veletek mi újság? Én sok mindent egyébként nem tudok mondani, mert stúdióban voltam estig, úgyhogy forgattam, dolgoztam, hangya voltam, szorgalmas, kis tücsök, vagy mi? Miért ki a szorgalmas? Az, hangya. Az, a hangya. Igen. A tücsök a szegedülés. Hát, tücsök az tücsök, hogy mesélték. Nekem mindegy. Kinek ki volt a, ahogy hívják, nem is tudom, a példakép. Valakinek a tücsök, van akinek a hangya, érted? Az egománoknak, az egocentrikusoknak, ugye tücsök inkább a szorgalmas, hogy hívjátoknak, sorba beállóknak a hangja. Hát figyeljetek, én tegnap elég sokat szörfölgettem így a neten, és megint egy ilyen érdekes jelenségre figyeltem fel, amiről más, tényleg nagyon régóta beszélni akartam veletek, mert nem nagyon értem a dolgot. Tehát találtam egy szenzációs videót, marhára tetszik a dolog, több mint 6 millióan megnézték, gyakorlatilag arról van szó, hogy állatbarát katonák hazatérnek ugye a frontról, meg itt tudom én, valahol az Egyesült Államok valamelyik kontingensébe szolgáltak Afganisztánba, stb. Hazérnek, a kutyájuk nyilván nem látta őket már hónapok óta. Zseniális a videó, a kiskutyák megőrülnek, van olyan videó, hogy mit tudom én, meghallja csak a hangját. Kiugrik a kocsinak a hátsülésről, elkezd rohanni a hang irányába, és az az öröm, az az eufória, az a fantasztikus, tényleg maga a látvány is, ahogy ezek a kiskutyák egyszerűen szinte kivetközve magukból, örjöngve. Spanyolok a pincsiket tartanak meg ilyen izéket. Iszonyatosan aranyos. Én ennek azt a verzióját láttam, amikor brutális alázenével azt látod, hogy a családtagjaik mit szólnak. Az azt láttátok? Nagyon jó. Nagyon hát jó. Figyelj, azon elsírod magad. Arról szól ugyanez a videó, 6 percen keresztül, 8 percen keresztül Afganisztánból vagy valahonnan szolgál amerikai katonák hazajönnek, de úgy, hogy a családtagok nem tudják, hogy már otthon vannak. És kandi kamerával veszik őket, vagy ilyen kis, tudod, hogy jön ki a csaj reggel, kevergeti a kávét, fölnéz és látja a férjét, a gyerek látja az apját, a sírnak, zokognak, ilyen 5-6 éves gyerekek, megnézed, és hihetetlen. Bekönnyezel, nagyon durva. A kutya nyilván az inkább cuki, meg ugye az ilyen aranyos. De az örjöngésig fokozódik szinte az ő örömük is. Hihetetlen a videó. Mondom, egyébként több mint 4 perces, tehát nem is nézni végig nagyon az ember, mert hogy máshoz vagy szokva, tudod, ahhoz vagy szokva, hogy fél percben, 1 percben, oké, lezúznak valami témát, és akkor megvolt, 4,5 percen kezdve. Úgy nézett, hogy egy percig nem unatkozom, már várod a következőt. Várod a következőt. És ugyanez van a családnál is, igen. Az viszont annyira megható, hogy az hihetetlen jó. De ott is egyébként, az van, hogy megnézed, oké, ezt a videót, amiről én beszélek, megnézte 6.374.079 ember, és akkor valahogy egy nagyon jó kis like számít, 30 ezer ember rögtön nyomott rá egy like-ot. 645-en meg diszlájkolják. Hát jó, hogy az, de hogy ne, de magyarázzátok már meg nekem, hogy nekem mi nem tetszett benne. Nem szereti a kutyákat, nem szereti a diszlájkolákat. Azonnal diszlájkot nyomok. Azonnal. Azonnal látok 6000 lájkot valahol, és 2 diszlájkot, azonnal diszlájk. 3. És én vagyok a harmadik. Igen, hogy ne, azonnal. Én tökre értem, hogy miért. Ők miért? Azonnal. Nem értenek egyet az amerikai hadsereg Afganisztánban való ténykedésével. Ennyi. Utálják a kutyákat. Igen, és nem szeret a kutyákat. Nem tetszik még az operatőri munka. Tehát, hogy így mi? Ennyi. Ők afgánok. Vagy az. Egyébként tényleg. Hogy mi lehet a fele bajuk van. És ráadásul ugye nem tudsz csak úgy lájkot vagy diszlájkot nyomni, hogy előtte nem jelentkeztél be. Aha. Hogyha csak úgy fölmész, így tudom én átlagos felhasználóként. Hát persze, hogyha van egy fiókod, persze bejelentkezel, és csak úgy tudod rányomni a lájkot, érted? Tehát, hogy ahhoz, hogy te diszlájkoljál egy videót, azért erőfeszítéseket kell tenni, ha nem is túlságosan nagyokat, de azért érted. Hogy örül az a kutya? Nekem soha senki nem örült az életben. És ezzel ki is mondtad, neki soha senki nem örült. Hát ez szerintem inkább a magyar diszlájkokra vonatkozik, szerintem külföldön poénból benyomják. Nem? Rohadt népszerű egy videó, azért csak oda raksz egy diszlájkot. Tehát raknék én se azért, mert nekem nem örül senki, csak poénból. Most van 10 000 like, meg 2 diszlájk. Ez benyomod a harmadik diszlájkot, nem? Hogy akkor tesó, nehogy már olyan. De szerintem inkább ez, tehát külföldön azért ez nem jellemző, ez a nagyon. Ne legyen, dögöljön már, meg ne legyen már neki olyan jó, meg ne, látod, hogy minden.
Úgyhogy igen, ez egy nagyon cuki videó, én a kutyásat nem láttam, de tényleg erre is érdemes rákeresni, meg a hozzátartozó szülősek, és majd megnézem, mi a címe, az viszont annyira megható, hogy 3 perc, és nincs ember, aki ne könnyezné meg, mikor a gyerekek meglátják az apjukat, tudod, és így úristen, leesik nekik, hogy apa fél év egy után hazajön. Olyan zene van alatt, tudod, csak meghallod a zenét, és már szorulsz, tudod, nem ül, és a feleségek, anyukák, szülők, hihetetlen, nem is tudom, hogy forgatják le. Ezt tudta valaki, hogy ebből majd csinál egyszer egy összeállítást, és minden katonával elment? Én nem tudom, hogy sikerült valahogy, ez. Valahogy ez, így, valahogy ez így összeállt a fejükben, és hihetetlen videókat készítettek. Nekem a kutyásban például az egyik kedvencem, amikor jó, nyilván van benne egy csomó olyan, amikor már benn vannak a kecóban, benn van a katona, a veterán, benn áll a szobában, és akkor jönnek kintről befele a családtagok kutyával együtt, kutyai. Hogy hívják? Felnéz, ha, odaszalad, és akkor őrjön is. Nekem az a kedvencem, amikor egy parkolóban, egy ilyen pick-upnak a hátsó traktusában ül bent egy kutyus, és csak meghallja a hangját valahonnan a gazdájának. Felkapja a fejét, abban a pillanatban nem érdekli semmi, kiugrik a kocsiból, rohan, ha nem egy parkolóban lennél, simán el is nyomhatná bármilyen autó, csak a hang irányában rohan, és már tudja, hogy ott van a gazdi. És utána pedig az a masszív őrjöngés, ami tényleg, amikor már tudod, jó, oké, ez már sok, nem szerettél engem soha. Tehát, hogy mindegy, szóval hihetetlen. Jó, föltesszük majd a morningshow.hu-ra, jó? Ezt az elérhetőséget, meg az afgán katonásat, a gyerekes, a családosat, és minden érdemes. Először a családos, és aztán, hogy jobb kedvetek legyen a kutyás. Ez a sorrend. Ha a kutyás nézitek először, és utána a családosat, akkor az egész mulatság. Nem vagyok benne biztos egyébként, hogy például ezeket nem a Pentagon finanszírozza. Tehát, hogy azért... Kis kampányfilm. Igen, de okos, ügyes. Tehát, hogy mégsem az, hogy lenyúlsz valahonnan egy izét, egy ötletet, aztán a miniszterelnök elkezd táncolni az irodájában. Értétek, ugye? Tehát, volt tehát ilyen valahol. Valahogy ez nekem egy kicsit életszerű. Igen, de tényleg jó. A családos az azért is érdekesebb, vagy izgalmasabb, ugye, mert hogy ott a lények, a család, ők tudják, hogy hol volt apu. Mert a kutya csak azt érzi, hogy nincs a gazdája fél évig, de családként tudni, hogy egyébként kint van, és bármikor aknára léphet, bármikor jöhet 3 hülye, aki elkezd rá lőni, azért az úgy még keményebb. Persze. Igen, csak hogy a kutyánál ugye az ösztöneire épít ez az egész, vel azért nem csetelget a gazdia, hogy kiállhatni. Mi van veled, akármit vagyok. Bordri, kedvem, üdvözöllek a távolból. Na, nem sokára jövök haza. Jó, a morning show-ra belinkeljük az elérhetőséget, és akkor mindenki meg tudja nézni majd a megszólalás alá. Jaj, gyerekek, mondjam. Na, mi? Azt hiszem, hogy ebből az így megy a hason. Ezen egy kis szenet, mert valami fog jobbá, mert gyerekek, akkor mi újságjáték fronton? 2-1? 2-1. 2-1-re megyünk. Igen. Megyünk. Az nagyon jó. Én elengedtem a hétfőt, illetve kihúztuk az 1 percet. Én a 7-et engedtem. Jó, hát most még. Hát nekünk azért nagyon korán van, még viszont Balázsnak már délután, tehát hogy ő azért. Ha valamikor játszik, akkor csak most játszik jól. Gyerekek, amit akartok, ha engem választhatok, megkaptok, de mondom, hogy nagyon kipihent vagyok, és nagyon-nagyon-nagyon jó formában érzem magam, nem úgy, mint a magyar válogatott. Úgyhogy... ők tegnap előtt még jó formában érezték magukat, tegnap már egy kicsit kevésbé, és ahogy telt a 90 perc, egyre kevésbé érezték magukat jó formában, ugye, drusszáink ellen. Hát majd erről is beszéljünk azért 2 mondatot. A magyar fiúk, mintha belettek volna oltva a góllövés ellen, 8-10 méterről hagyták ki folyamatosan a helyzeteket. Döbbenet, tehát hogy én nem tudom, mi a megoldás, de hogy abba kéne ezt az egészet hagyni, komolyan mondom. Hagyjál már időt az új szövetségi kapitánynak. Ja, most kezdett el dolgozni. Megérted, rokonokkal játszottunk, egy nyilván egy barátságos meccsen, nem fogod őket rommá venni. Ide jöttek, de úgy menjenek már haza, érted? Rossz kies Finnországba, érted? Tényleg. A híres finn foci, hát azt egyébként is tudod, hogy erős. Igen, ők kifejezetten egyébként egyfajta foci nemzet, nem? Ugye? Mondhatni. Mert ha ott érted, a havas pályán tudsz gólt rúgni, átjössz egy ilyen körülmény közé, mint ami itt van Magyarország, hát akkor ott már ott érted, brillírozol. Igen, na beszélünk majd róla 2 mondatot. Jól van, lehet jelentkezni, játékra elindul a ma reggel jó SMS-ben, aki szeretne bennünket kihívni, ajándékcsomag a tét, egy nagyon szép kis ajándékcsomag, úgyhogy tessék jelentkezni a játékra. SMS számunkat mindenki tudja, 6:30 van, jövünk a hírek után. 7:45 múlt, pontosan 3 perccel, hello, mindenkinek jó reggelt kívánunk, itt vagyunk, csütörtök van, és jó idő, legalábbis, hát ugye mindig azt mondom, ami itt van, de szerintem országosan is csiripelnek a madarak, 8-10 fok, tavasz, ma már napsütést is mondanak, úgyhogy ez jól indul. Nem a tájföldi marad beállítva. Nem, átraktam Budapestre, de ez a 13 fok, ez nagyon biztatónak tűnik. Kérdezés akartam tőletek, hogy szerintetek visszacseréljük a téli gumit nyárira? Szerintem igen. Szerintem nem. Szerintem
Akkor csak a hátsó kell. Hát azért, mert ha reggel mész valahova, akkor még 7 fok alatt még bőven kell a téli gumi. Tehát, hogyha, mit tudom én, vasárnap reggel Móni elmegy félkor piacra, és még van egy 6 fok, hát az még, na csak mondom. Hát, lassan megy. Vagy este mész, vagy jöttök haza vidékről éjszaka, akkor azért ott még, tehát én még nem cserélném, én szerintem az április. Még az nem igazán nyerő. Ráadásul hűlhet is még, szóval az még talán egy kicsit elhamarkodott. Én biztos, hogy várok vele. De hogyha csak egy bizonyos napszakban használja az autót, tehát ha hőmérőhez igaz, ha egyáltalán nem... Akkor igen. Ez a járható. Akkor mi ne cserégeted. Ne cserédünk, add el a kocsit. Tehát ha egyáltalán nem jársz meg vele. Abból legalább pénz is van. Nem, vagy lőjétek be a hőmérsékletet, és plusz 10 fok fölött használjátok. De az se jó, mert ugye a hidegben meg megkeményedik a gumi. Na mindegy, szóval mi... Ne, még ne. Majd szólok. Na majd, augusztus környéken már, amikor ilyen nagyon tanácsonal lesz az arcom, akkor kérdezz rá, hogy miért. Bari, cserélhetek? Ja, bocs, basszus, miért mondtam, te vagyok, igen, mondtam, hogy szólni fog, ne haragudj. Ja, 32 fokban augusztus. Igen, van még valami, mint a gumitok, na, megnézzük, hogy ki a ma reggeli játékosunk. A Verhetetlen Rádiós Trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, Krisztián, hello! Sziasztok! Honnan hívsz minket? Jó zaj van körülötted. Autóba ülök. És meg tudsz állni? Nem tudsz megállni, vagy? Ki vagyok hangosítva. Az a baj. Az meg aztán pláne nem jó nekem. Nem tudok most megállni, pedig. Miért? A középső pedált kell nyomni. Igen, tényleg, ezen csak kettő van. Akkor viszont... Akkor a bal szélső. Akkor bal oldalit, igen. Igen, bal szélső, de jobb lábbal. Megoldjuk ezt így is szerintem. De automata autóval, amikor először vezettél, és megcsináltad a klasszik fékezőztet? Meg, bal lábba. Úgy fejeltem persze, le az persze, bal láb kuplunk helyett fékre lép, hogyne. Hát ez az automatába átülsz, az egy hónapokig tartó trükk, persze. A bal láb csodákra képes. Figyelj, Krisztián, hol haladsz jelen pillanatban? Egyelőre még az M7-esen. Na, de hát akkor ott van egy pihenő, biztos, hogy meg tudnál állni. Mi nem kicsit. Lesz itt legközelebb, csak a kiáró lesz, amint ki fogok menni. Megoldjuk ezt így szerintem így is. Ja, jó, ne, ez bocsánat, ne szúrjál le minket, de ne haragudjál, hogy zajos nekünk a vonal, hát lehet, hogy nem fogjuk megoldani, mert ha viszont nagyon zajos, akkor viszont nem élvezhető az adás, tudod? Van ám ez így. Világos, értem, de ha lesz egy pihenő, akkor kiállok, oké? Okay? Jó. Oké. Okay. Mert nekünk az kell, hogy a többi embernek is élvezhető legyen, mert ha csak te élvezed, az kevés. Figyelj, Krisztián, mit csinálsz, mit szállítasz? Most éppen műtrágyát. Műtrágyát, aha, jó kis műtrágya. Műtrágya szállítás. És kivel szeretné játszani? Janival szeretné játszani. Janival, jó. Oké, okay. Na indítjuk az órát, jó, remélem, hogy fogunk téged hallani rendesen. Oké. Okay. Jani, meg vagy? Meg vagyok. Mehetünk akkor, 3-2-1, és tessék. Na, szeretnél kérdezni? Kérdezhetsz nyugodtan. Kérdezek is, igen. Igen. Okay. Kérdezek is, igen, ez volt. Nem, nem arról volt, hogy megállok, és ott megvárjátok. Szép volt, Jani! Megcsináltad, behúztad! Ajajajaj. Volt egy nagyon hangos visszaszámlás, hogy 3-2-1 és tessék. Ez elindult a játék. Oké, jó. Aranyosan próbálták kijönni belőle, ezzel nem az volt, hogy megállok. Igen. Nincs harag. Jó, oké, ennyi volt akkor. Hát van, ahogy hallom. Nem, van. Most haragszol ránk, vagy most mérges vagy? De, hogy is. Na. Majd legközelebb. Megpróbáljuk, hát egy kicsit jobb körülmények között beszélünk, jobb lesz a vonal is. Jó, Krisztián, jó utat neked, bárhova is tartasz. Hova mész helyileg? Oké, hát Baranyába tartok. Baranyába, jó utat neked ott. Oké, rendben. Mindenféle jót. Köszi, csáó a játékot. Sziasztok. Szevasz. Hello, csáó. Király vagy, Jani, király ez az. Az menő. 3-1. Bizony. Gyerekek. Már csak egy 3-2 lehet. Jó ez, jó tudni, alakul. Jó érezni. Tessék? Alakul. Azért ezt kikérem magamnak, hogy akkor vagy jó, csak amikor itt van a főni. Mi? Egyébként nem. Hát most, amíg nem voltál, addig... Hármat buktál, négyet? Nem akarlak
Tehát, hogy nem bántalak ezzel. Amikor nem vagy hallgató, barát vagyok. Akkor szeretem őket. A direkt elveszted, igen. Na, van egy friss közlekedési hírünk, hallgatóinak köszönhetően. A Kőbányai úton most koccant össze két kocsi, aki tudja, kerülje ki. Ezt Bebó küldte nekünk, köszönjük szépen. Ravaszul mérnek a rendőrök Győrben, a 83-on a köztemetőnél. Barátunk a nyílegyenes útszélén bújik egy rendőrségi autóban, trafi az ablakban, de legalább furfangosan bebújt a hátsó ülésre. Teljesen feltűnésmentes, írja valaki nekünk smiley jellem. M3-os Budapest felé 204-es Kavicsnál háromlábú, ezt kis Mami küldte nekünk, köszönjük szépen, és defektes teherautó az új nulláson a Maglódi kihajtó kanyarodó sávjában, ráadásul nagyon veszélyes helyen, mindenki figyeljen, pura mogyi küldte ezt nekünk. Köszönjük szépen. Selkúttól visszafelé fejre állt autó a Váci úton az Újpest városkapu buszállomással szemben. Hogy? Most mentik a még bent lévő embert. Oh. Mindenki vezessen óvatosan. Ott azért meg kellett küldeni városon belül, hogy te fejre állj. Az nem 50 volt. Nem. Tényleg, hogy állsz fejre? Az nem 50 volt. Ott a Újpest városkapu Selkút, hogy teszed ott fejre? A titok? Jó tempó, kisív. Ez a titka, jó tempó kicsi, valószínűleg egyébként igen. Szegény éppen most mentik. 5 perc, pontosan 7 óra, jönnek a hírek, aztán itt vagyunk. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, 7 óra múlt 9 perccel, itt vagyunk, jó reggelt. Hát, úgy érzem, mintha 10 óra elfelejtett. A 4/4-es kelésre most kezdi megbosszulni magát, olyan friss voltam reggel, de hát szörnyű, hogy az ember nem tud aludni. Friss közlekedési híreink vannak. Egy egészen pontosan most jött egy, most tört ki egy túl megrakott kis terautó kereke az M3-ason Budapest felé Mogyoród előtt, a kerék majdnem telibe vert. Laca Pro küldte nekünk, Borjádon van ilyen, a kanyarban kamion az árokban félelmetes, Árpi küldte nekünk, 83-as úton a temető elől a Pápáról érkezőkről drága fotó készül, és a 84-es úton Kopház és Nagycenk felől szintén trafiznak, ezt Krisz küldte nekünk, köszönjük szépen. Ezek most a legfrissebb közlekedési hírek. Rendesek vagytok. Na, a futballról azért néhány mondatot szóljunk már, gyerekek, hát ezt ne hagyjuk már ki, hogy nem beszélünk a magyar futballról. Én nem láttam, csak egy zanzásított, 3 perces, tulajdonképpen a kihagyott helyzetekről mindent szóló láttál. Meccset, de én rájöttem valami nagyon fontos dologra, és szeretném ezt veletek megosztani, hogy mire jöttem rá, hogy mire játszik ez a Pintér. Aha, na mire? Hogy mire játszik? Hát nyerésre, nem? Hát, de nyilván nem nyerhettünk ezen a meccsen. A Hall of Fame-re. Nem, de ez ahogy kikaptunk, ugye? Hát, hát ki? Jó, így ez, alakult. Így alakult? Így sikerült. Én az összefoglalom, amit láttam, az szörnyű volt. Tehát az megint egy vergődés volt. Én megint bedőltem valaminek, aminek nem kellett volna. Mert én mindig bedőlök, mert laikus foci kedvelő vagyok. De én, ha új kihívás van, mint az EB, vagy új szövetségi kapitány van, vagy új játékos jön, vagy amikor a Mateusz, én mindig veszek egy nagy levegőt, és azt mondom, hogy na talán majd most. És én most is így voltam. Hogy azt mondom, hogy majd most biztos majd a Pintér. Fogalmam nincs, ki ez a Pintér egyébként. Sokaknak nincs, ahogy olvasom itt. De hogy azt mondtam, na talán egy barátságosan most... vezető edzőről beszélsz. Jó. Téri már magadról. Hát jó, oké. Kérdezd meg ki edző Gyokovicsot, azt szívesen elmondod. Szóval, hogy... De elmúlt már, tehát most el is múlt ezzel a tegnap estével. Igen, én most csak laikusként kérdezek. Tehát nem kellett volna megvernünk ezt a válogatottat? Miért kellett volna? Na, a sajátunkat? De miért? Valakinek meg kéne már verni őket. Na, miért kellett volna? Önmagunkat? Nem kellett volna megverni önmagunkat? Csak kérdezem, hogy ez a finn csapat. Én laikus vagyok, de ez a szintű laikusság, amit te képviselsz, ez már egyszerűen felháborító. Ez egy barátságos meccs volt. Most mikor van olyan, hogy te barátkozásból valakitől elveszel valamit, te adni szoktál, nem? Ha idejön vendégségbe valaki Magyarországra, a messzi kies Finnországból, abból a hidegből, a fagyból, a GDP-ükről nem is beszélve. Hát igen. Aztán halmas tényleg. Igen. Érted, idejönnek, nehogy már úgy menjenek haza, hogy nem boldogok, nem örülnek, hogy nem volt jó, hogy nem érezték jól magukat. Ugyanabban a nyelvcsárdba tartozunk. A híres magyar vendég szeretet, erre gondolsz? Ne roncsuk már. Kérdezem én tényleg, Lajos, én nem értek a focihoz, csak szeretnék, 90 percben egy darab kapura lövés. Mert hogy egy darab kapura lövés volt. De ugye, volt. Hát volt, ebből aztán lett egy kezezés, és aztán ebből lett egy gól. Tehát 90 perc alatt egy kapura lövés. Tehát hogy van ez? Mit felejtettek el ezek a srácok? Vagy nem felejtették el, nem tudják. Ahogy, igen, pontosan ez a fontos. Tehát, hogy nem volt mit elfelejteni. Ennyi. Hogy nem tudják, meg ők most azt a részét gyakorolják, hogy hogyan jussunk el a kapuig. Ja, hogyan fejlődjünk támadásilag fel a kapuig. Ha ez megvan, akkor majd jön ez a kapura rugdosás. Ne akar már mindenki. Én így az NS-en keresztül egy picit azért követtem így az eseményeket, az előzményeket is, és tudom, hogy Pintér úrék elsősorban a védekezésre koncentrál.
De hát most komolyan, tehát hogy a védekezést gyakorolták, és hát ennek meg is lett az eredménye. Hiszen nem 5-1 lett, hanem csak 2, ugye? Na végre valami. Valami látom, fény az alagút végén. Legalább te pozitív vagy, Feri. Tehát rámegyünk a védekezés, és nem 5 gólt kaptunk, csak 2-t. Csak 2-t kaptunk. Igen. Bizony. Akkor hogy van az, akkor kérdezek más, hogy kb. 6 játékos nem tudja 8 méterről belőni a labdát. Csak kérdezem, mert én tényleg nem értek a focihoz. Tehát szeretek nézni különböző, mit tudom én, a spanyol ligát, meg az olaszokat, szeretem, de nem kifejezetten kedvem, mint a tenisz. De nem látta még ennyi embert 6 méterről mellé lőni helyzeteket, mint amennyit tegnap az összefoglalóban az ember látott, vagy ma reggel. Mert ők egy másik sportágból jöttek, szerintem a kézilabdából, és ott 7 méterre vannak belőle. Nem, meg az de ezek van, a magyar focisták. Igen, de az van, hogy ezek a rohadt finnek azt csinálják, hogy beáll érten a mi játékosunk, és elfordítják alatta a pályát. Nem figyeltétek? Ez egy szép meglátás. Az van, hogy előre megy érten a mi csatárunk, már irányban van pont, a bal szegletet becélozza, rúgná ezek a hülyék, kicsit fordítva, az ki mellé megy. Ennyi. Hát ennyi. Ennyi. Hát arról nem beszélve, hogy érted. Tehát, hogy a finn drukkerek így pokollá változtatták a katlant, és érted, ahogy ott sok vejneműjön ott a fönt a leláton, ott tekert ezt a szampót, ezt a izét, érted ezt a csodamalmot, és akkor ott kiabáltak mindent, érted, össze-vissza zavarták őket. Azért nem egy egyszerű dolgám ez. Na most, ha jól emlékszem, nem egy harapós nemzeti 11-et ígért a szövetségi kapitány? Egy harapós nemzeti 11-et? Mert én úgy emlékszem, hogy egyébként egy harapós nemzeti 11-et. Hát harapós lett, fel is zabálták őket a finnek. Tehát, hogy miben haraptunk mi bele? Hát miben haraptunk mi bele így a meccs előtt, amitől aztán nem voltunk már annyira harapósak, mert hogy ez 86-ba bejött, ugye, Mexikóba, hogy beleharaptunk a tésztába, meg a magas levegő, meg a nem tudom, aztán gyorsan kaptunk 6-ot. Viszont nézzük a jó oldalát, ugye, 1986 óta, ahogy ír egy hallgató, nagyon szép meglátás, a magyar válogatott nem kapott gólt világbajnokságon. Azért ez is egy nagyon szép meglátás. Nézzük a jó oldalt, 86 óta a magyar válogatott nem kapott gólt világbajnokságon, nagyon szép meglátás. Tök jó. De hát csak kérdezem, hogy én úgy emlékszem a Pintér nyilatkozataiból, hogy egy harapós nemzeti 11 áll majd ki. Majd. Ugye? Tét meccseken, de ez egy barátságos volt, még egyszer hangsúlyozom, nincsen ez a semmi gond. Szerintem itt megint előjön, hogy ez a sokat emlegetett sumiféle altatás, tehát hogy így már, jaj, bocsánat, ez most egy kicsit ilyen áthallásos volt, nem, elnézést, nem erre gondoltam nyilván, de hogy értitek, most mindenki azt fogja mondani, hogy na hát ezeknek annyi, megindultak lefelé a lejtő, jönnek a tétmeccsek, elbízzák magukat, följönnek ugye a pályára, hogy nagy arccal, érted, hogy ha átalálnak a kapunknak, akkor is gólt lőnek. És akkor puff. Ezt gondolják, és akkor jön ez a harapós válogatott elő. És akkor a semmiből. Egyébként, hogy jó az, amit mondasz, rájöttem, hogy szerintem is így van, szerintem a Pintér azt mondta, hogy gyerekek, menjetek ki a pályára, de tartsunk minden titokban. Ne fedjük föl a kártyáinkat. Nem mutassuk meg, hogy mennyire vagyunk harapósak. Játszatok jól, de nem elég jól. Legyetek ügyesek, de nem elég ügyesek. Hát egy barátságos meccset te felfeded a lapjaidat? A Pintér szerintem titokban tartott. Aha. A magyar játékos a kvalitásait. És altat. Mondta srácok, hogy gyerekek, egy gól is. Egy gól, egy gól és maximum. Mindenki meglapul. Rudi, tudja mindenki? 10-ből 10-szel belőled, most ne. Hagyd ki. Most ne, most majd, ha most nem érted, de majd később elmagyarázom. Most ne, légy szín előbe. Csináld azt, amit a Diós győr. Egy évadon keresztül semmi. Lőj mellé. Hagyd ki. Szóval, gyerekek, én nem nézek magyar futballt. Én megnéztem ezt a 3 perces összefoglalót most valamelyik csatornán, és azt mondtam, hogy te jó Isten, te jó Isten. Tehát, hogy tényleg, mi a francnak erőltetjük? Mi a fenének erőltetjük? Miért nem mondjuk azt, hogy 10 évig semmi? Klub szinten persze vannak jó játékosok, menjek. Én mindig ezt kérdezem, de hát ti jobban értetek a focihoz. Mondjátok, hogy nem lehet ilyen? Hogy azt mondjuk, hogy nincs magyar nemzeti válogatott. Nincs. És 5 évig nem megyünk sehova. Tehát az 5 évig nem megyünk sehova, annál nem jobb, mint hogy mindig megyünk mindenhova, és mindenhol romáigetjük magunkat. Országimás szempontjából, magyar futball. De most nem megyünk sehova. Ahol mi először megjelenünk, az a 2022-es EB selejtező. És addig rendezzük sorainkat. Köszönjük szépen, nem megyünk el a kvalifikációra sehova. Nem játszunk selejtezőt. Ezt mondhatja egy magyar válogatott? Mondhatja, hogy nem játszom selejtezőt? Mondhatja. Azt is mondhatnánk, hogy nincs magyar válogatott. Hogy nincs magyar válogatott, klubszinten drukkolunk, támogatunk mindenkit, vannak jó játékosaink, akik klubszinten jók. De nincs most magyar válogatottunk, és kész. Ilyet nem mondhatunk? Célnak keresztül mindenkit, másra elköltjük a pénzt, és azt mondjuk, hogy 2022, hogy mit tudom én, az első VB selejtezőn találkozunk a tatai edzőtábor. Nem lehet? Ez hülyeség? És most elkezdünk utánpótlást építeni, és fiatalokat, és majd valami lesz 10 év múlva. Hát minek? Ezt minek?
Hát idővel. És addig meg itt ezeket az új stadionokat, mert állag megóvás. Hát ide elhívjuk a YouTube-t meg. Ja, mondjuk, igen, mondjuk az jó. Itt fellép majd a, mit tudom én, a YouTube, fellép majd a Guns, az Lesel újra összeállnak, mit tudom én, jön ide a Robi, hát egy csomó egy jó Metallicát én el tudnék itt képzelni a szomszédban, az ülői másik oldalán. Nagyon jó lenne. Jó, nézzük a pozitív oldalát. Miben voltunk tegnap jók? Tessék, fordítsunk egyet a dolgot. Miben voltunk jók? Tehát próbáljuk megtalálni a tegnapi meccsben a pozitívumokat. Írjatok jó nekünk, drága Morning Show hallgatók. Miben voltunk tegnap jó? Aki nem látta a meccset, abban is. Fejben? Rövid paszban? Nem, a mi cipőink kevésbé koptak. Aha. Mert az pénz, nagyon drága egy ilyen foci cipő. Most a finnek, érted, ördülődnek, hogy mi a francból vesznek új cipőt, amit szétrúgtak. Igen. Nálunk hát mi van? Semmi. Jó. Semmi, maradt a régi cipő. Teljesen. Én nagyon hiszek ebben az altatásban. Nekem ez beakadt. Ez egy olyan elmélet, ami szerintem, hidd el, hogy egy rugójára jár a pintérrel az agyam. Tudom, mi egy húron pendülünk. Most nem tudom, hogy ennek örüljünk-e. Én altatva küldtem volna ki a srácokat. Harapos nem, de 11 hülyék, benyaltátok, persze. Aludjatok csak. Aludjatok. Mikor van a következő meccsünk? Honnan tudjuk? Van visszamarátság? Szerinted most ezután, a meccs után én rögtön utána néztem, hogy mikor fogunk legközelebb játszani, hogy újra átéljem ugyanazt az élményt? Hát azért ez nem. Még csodálnak, hogy ebbe belenéztél tegnap, tehát tényleg csodálnak, mert mondtad, egy pillanatra valahol belenéztél. Azért mert érintve voltam más meccsek eredménye. Ja, hogy a kis fogadás. Egyébként, ha már itt tartunk, kérdezted amúgy, hogy miben voltunk jók, hát szerintem labdatartásban jók voltunk, mert tartottunk a labdától egyrészt, másrészt viszont azért van itt egy-két olyan eredmény, amit szintén meg kell magyaráznia valakinek otthon. Mert például a törökök megverték a svédeket 2-1-re. Ez, és hogyha megnézzük a FIFA ranglistát, azért látunk ott egy vasszi 20 egységnyi különbséget. Aha. Érted? Akkor most magyarázkodjanak a svédek, jó? Tettél rájuk. Mi egy kis pénzt azért, hogy ennyire idegesek. Mi van akkor, ha minden játékosnak adunk egy kést? A magyar játékosoknak lenne egy kés. Jön a labda, belevágja. Figyelj, hogyha szúrt ki Józsi, nem pattog alapon, megfogja, kiukasztja. Baj nem lenne belőle. Elszalad vele. Érted? Mert mivel labdát adsz nekik, nyilván azt gondolod, hogy akkor gólt rúg vele. Kést adsz nekik, megvágja magát, semmi van nem lett. Mivel tudnánk segíteni a magyar játékosokon, hogy lassítjuk a labdákat? Tehát medici labdával játsszák a magyar futballt ezen túl. Ezek a 8-10 kilós medici labdák. Jön a Zsuzsák, belebikáz egyet, mire a Kuman odaér addigra, mint a fél perc lepörök, hát ha elkapja, Torgellit visszarakjuk, ő fut 4 kört a pálya körül. Érted? Hát valahogy próbáljuk segíteni a magyar fiúkat. Hát nem lehet ezt a vergődést sokáig nézni. De komolyan mondom. Miről beszélt a Torgellit, tök mindegy, ott van vagy. Jó, hát a Sanyi szeret. Kb. Ugyanaz a végeredmény. Ő megy. Neki nem kell labda. És nagyobb kapu? Na, egyébként tényleg nem lehet kezdeményezni. Vagy mozgókapu. Vagy az. Hazai pálya, érted. A Magyar Szövetség kezdeményezze, hogy mind a két fél kapufát megfogja egy-egy partjelző, és amerre a magyar játékos lő, arra szalad a kapuval. Nem kaphatunk ennyi segítséget? Alul görgős. Alul görgős. Sírem mozgó. 20 centi jobbra? 20 centi balra. 30 balra? De nem lehet egy ilyen, a magyaroknak plusz-minusz 30 centi? Tehát ilyen nincs, valami ilyen kitétel? Hát, a nejük talán örülne neki. Hát főleg a plusznak. Na mindegy, gyerekek, szóval, hogy... Figyelj, így nem alakult, tudom, nem volt tétmeccs, nem volt fontos. Ez egy jó kis összetartás volt, egy buli. buli annak, aki benn van a pályán, de én miért nem bulizhatok be? Akkor én miért nem mehetek oda be és bulizhatok együtt, érted? Engem miért rekesztenek ki a buliból? Mert nem érted azt a játékot, amit ők játszanak, érted? Az az x-ezer ember, aki volt, hányan voltak kinom, sokan érted? Voltak? Minden tiszteletem az övék, akik még mindig kimennek a magyar nemzeti válogatott meccsére, tényleg. Hogy nekik szerintem nem volt buli, mert itt a 20. percben állítólag már sokan fütyültek, olvastam különböző jelentéseket. Hát akkor vegyék be őket is, legyen egy ilyen a leghangosabb szurkoló, beállhat egy 10 percet. Jó, srácok, nekünk nem megy valaki a lelátóról, csak most erre. És a Pintér mit mondott? Azt mondta, hogy adatunk. Nem. Azt mondta, hogy igazából nem játszottunk rossz meccset. Nem volt ez egy rossz meccs. Vannak hibák, amiket még ugye hát magunkra húztuk őket túlságosan, de egy jó meccs volt, egy jó finn válogatottal, és kell egy-két dolgon változtatni, de nincs akkora baj. Nem nincs volt ezzel gond. Bár gólokra játsszák, és a gólok alapján mi ezt a meccset elvesztettük, de valójában van miből építkezni. Még nagyon erős ellenfeleink érkeznek még, ahogy látom, mert a júniusban jön az albán és a kazakh válogatott. Tehát ott, A kazakh nem rossz. Nagyon komoly meccsek vannak, ami albán kazakh, és május 22-én Dániával játszunk. Mit, azt nem tudom. Hát 6-0. Már nem úgy értem, a dánok is most kikaptak egyébként az angoloktól 1-0-ra. Igen? Igen. Tehát, hogy azért érted, verhetők. Aha. Én azt gondolom. És hát az albánok, jó, mondjuk valószínűleg itt lesz majd az FK Tirana színe java.
Nem tudom. Most olvastam egy hírt, hogy Messi elhányta magát Bukarestben, ő nézte a meccset, vagy nem? itt volt egyébként, rosszul lett, és elhányta. Nem lehet, hogy picit oda kapcsolt. És állítólag itt mindenféle, olvasom a Nemzeti Sportot, meg egy csomó mindent, tehát egy átlagos NB1-es magyar meccs színvonala alatt volt ez a mérkőzés. Érted? Én elhiszem, hogy barátságos, meg nincs komoly tétje, de akkor is. De a finnek is alatta voltak, vagy csak mi? Az úgy az egész meccs nagyjából. Megyünk vissza? Tehát az időben nem, igen. Nem, azt tudom meg teljesítményben is. De hogy a barátságos meccsnek van visszavágója, tehát visszahívnak a finnek? Vagy én azt gondolom, hogy nem. Hogy nem, ezek nem. Utának főleg nem. Meg most minek, érted? Tehát, hogy visszaadjak az ajándékot? Mondjuk akkor derülnék, hogy mekkora barátok vagyunk, érted? Ja. Gyerekek, mennyi pénzt keres egy magyar futballista? Ezt most tök komolyan kérdezem. Hát ez mennyit változó. Keresnek? Tehát ez ezért a teljesítményért egyébként mennyit keresnek? Tehát hazavisznek 1 millió forintot, hazavisznek 1 millió 200 ezer forintot erre a teljesítményre. Tehát egy nemzeti válogatott tagja vagy, írja már meg valaki, aki bennfentes és tudja, hogy komolyan kérdezem, hogy egy ilyen meccs után egy hónapi fizetésedet neked elutalják, és odamész is fölveszed az 1 millió forintot, meg egy 800 ezer forintot. Tehát, hogy az, hogy van arcod hozzá, az rendben van, de hogy megkapják ezek a fiúk egy ilyen meccs után, mert hogy klubszinten jók és megfizetik őket, a világ legtermészetesebb dolga. De amikor egy ilyen nemzeti 11 van, és te ott vagy, és neked van egy 600 ezeres, egy 800 ezeres, egy 1 millió forintos fizetés, és te kimész és lejátszol egy ilyen meccset, miért nem mondják abban a pillanatban, hogy gyerekek, addig nincs egy büdös forint se, amíg nem kezdtek el komolyan teljesíteni, és amíg nincs eredmény. Mire szórunk el ennyi pénzt, érted? Tehát a 22 játékos, a kapus, a szövetség, a pénz, mennyi millió megy el, miközben nincs teljesítmény, és nem sajnálnám akkor, ha kiállnának egy finnekkel, és mit tudom én, egy nagyon jó meccsen játszanak egy hajtós, sok helyzetes, valóban szerint egy-egyet. Nem a győzelem. De egy ilyen nyomorúságos, szánalmas vergődés után, hogy van az, hogy egy ilyen szintű játékos kap 600 ezer, 800 ezer, meg 1 millió forintot, mert hogy ilyen bérekről olvasni. Nem? Nem mondják azt, hogy nem kapjátok meg a pénzt. Ez ilyen teljesítmény után nulla a fizetségetek. Semmi. Nem így van? Vagy ez most ilyen nagyon demagóg? Csak kérdezem. Nem, abszolút nem. Abszolút nem. Gólpénzre nagy prémiumokat nem kell kifizetni a magyar csapatnál, de például most erre az egyre biztos kap valaki, nem? Hát Rudolf Gergely. Ő neki jár, van, érte, neki jár. Lóvé. Ő boldog, hogy jött le. És az, amikor így körülbelül eltalálod, tehát hogy kicsit mellé megy, de azért rárugsz, azért is van egy fél gólpénz. Legyen, igen, jó van, Jósi. Jó volt, na, mindjárt jó lett. Jósika, 20 bruttó azért a lövésen. Nem ment kapura, de fecokám, neked 30 bruttó. Láttad rajtam, vagy lelkesedtem, ugye? Hát többször is mondtam, hogy csodálva minden itt ez. Hú, de jó lett volna, ha bemegy. És akkor én lelkesedési pénzt. Szerintem azért már. De mi van, ha ő, a magyar játékos úgy gondolkozik, hogy gyerekek, 1 millióért nem rúgom be, hát adjunk többet, adjunk kettőt, hát ha berúgja. Nem? Nem lehet, hogy a fejekben van baj, és azt mondja, hogy 1 millióért nem rúgom be. Nem rúgok, kettőért rúgok. Kettőért rúgok, és akkor még egy kicsit emelni kell rajta. Szerintem nem. Nonsens. Ezt a vonalat, hogy emeljük meg a focistákat. Nem, ezt én sem. Tehát nonsens, hogy ez ebben a formában így működhet. És ennek semmiféle jövője nincs. Hát ezt látni kell most jelen pillanatban, hogy ez a magyar válogatott a büdös életben nem fog kijutni sehova, a következő 10 évben legalábbis biztos. Nem. Nyilván van egy tehetséges utánpótlás, aki 8 éves, 10 éves készül, képzik őket, azokkal nincsen semmi baj. De? Akkor ne kapjanak pénzt. Mivel lehet őket motiválni? Mivel? Mert én most elmondom, mi történik az én fejemmel. Árammal, beöntéssel. Nagyon jól mondod, azt mindenki lenne egy ilyen, tudod, egy ilyen kis tekerőgomb, és amikor látod, hogy nálam van a lap, feltekered 10-es, nagyon elkezd rohanni, átszalad a kapuig. Kivéve a Sanyit, mert Sanyira nem kell, mert ő becsülettel melózik rendesen. De hogy, tehát, hogy én mondjuk magyar játékos vagyok. Oké. Megkapom az 1 millió forintot. Ha nyerek, ha vesztek. Én motivált leszek? Baromira nem leszek. Nem? Nem. Ha miért lennék motivált? Ugyanúgy megkapom a pénzem. Ha nem kapok egy büdös fasat se, akkor klubszinten úgyis megfizetnek, és nem érdekel a válogatott, mert a sok pénzt klubszinten keresem? Az is lehet, nem tudom. Ezeket csak kérdezem, hogy mi olyan juttatási hát rendszer lehet, mert én meg keresek klubszinten 100 milliót, de egyébként meg 600 ezeret keresek a nemzeti válogatott, rohadtul nem érdekel, hogy lövök-e gólt, mert megkeresem a 80-100 milliót évente klubszinten egy magyar válogatottban, ami szintén valószínűleg nonsens, de ott azért nyilván vannak tehetségesebb játékosok, vagy klubszinten jobban működik. Ennek az egésznek a méregfogát ki lehetne húzni azzal, hogyha mindig úgy neveznék a magyar válogatottat, hogy ez a B válogatott. És van valahol egy A. Egy titkos A. Érted? És akkor így ennyi gyakorlatilag. Vagy egy picit így ilyen, hogy valahogy valamilyen módon valahogy egy picit így amatőr státuszt adni a válogatottnak. És akkor nincsen belőle probléma. És akkor mindenki tudná, aki játszik velünk, hogy ők nem az igazi csillagok, hogy ők nem a legnagyobbak, hanem csak a második vonal.
Én nem a pénz sajnálom tőlük, tehát félreértés ne essék, csak azt gondolom, hogy a pénzzel lehet mindenkit jobb teljesítményre sarkalni, nem? Hát azt mondják, hogy nem a lóvé számít. Tehát nem a lóvé számít? Ha kétszer annyi pénzért is ugyanilyen jól fociznánk. Azt mondják, hogy az. Vagy az kétszer nem. Annyi pénzért is ugyanilyen hát, szarul. Ezt akartam én is mondani. Ja, még az lehet, hogy paralimpián kéne indítani a csapatot, nem? Nem, azt szerintem az erős sértő lenne. Hát az egyébként igen. Nekik. Többiekre nézve, akik joggal vannak. Akik joggal vannak ott. Hát nem tudom, nehéz ügy ez. És sokan írják itt az SMS falon, én nem láttam a mérkőzést, csak én is ezt az összefoglalót megolvastam, hogy a szövetségi kapitány úr erős nyál túldengésben szenvedett, ez igaz? Hogy micsoda? Hát, én nem láttam a meccset. Sokat köpött. A kispad mellett. Régi iskola. Izgul egy kicsit, kisárad a száját, hát a savanyú cukrot szopogatott. Hát az a nincs. Meg ez nem egy újdonság, ő egy másik generációhoz tartozik. De az ma már nem menő, ugye? Nem tudom. Nálam soha nem volt annyira. Igen. Na mindegy, jó, nézzünk egy-két SMS-t, amit írnak a hallgatóink, csak hogy mi a véleményük erről, hogy ki mennyit keres például. Azt mondja, hogy Torgerre 6 milliárd kapott Fehérváron havonta. Á, biztos nem. 6 milla? De szerintem, ez adózás előtti, vagy az utána? Ezeket nem tudom. Szerintem adózás után az 3 alatt van. Igen, szerintem a többi meccset megnyerjük, ha mind a 22-en kiállunk. Csak az lehet, hogy a hülye FIFA nem fogja megengedni. Ha kikapunk, ők tehetnek róla, írja egy hallgató. Meccsenként 800 ezer plusz passz jutalék, frizura, öngólpótlék, üzemanyagpénz, lakás, fundamental fotózás. Írja nekünk egy hallgató. Videóta 400 ezer, 750 ezer per hó. Akkor is megkapják a pénzt, ha kikapnak, írja egy hallgató. Nem írta alá, nem tudjuk, hogy ez valóban így van-e. Balázs, ne kotorás senki zsebében. De nem értitek a lényeget, nem a pénzt sajnáljuk tőlük, csak kérdéseket teszek föl, hogy működik a magyar futball. Hát szerintem egy ilyen meccs után ezt mindenki megkérdezi, nem? Egy válogatottban játszó játékos egyébként egy ilyen teljesítmény után nagyjából mennyit keres, nem? Hát ez teljesen érthető. Meg is az szerintem... a dolguk, hogy szórakoztassanak. Te, aki kifizeted a jegyedet azért, hogy kimenjél a pálya mellé, szórakozzál, és egy sikerélménnyel gazdagabban menjél ki. Hát nyilván joggal válhatod el a tizedik Betli után, hogy bocs, de hát én fizetek ezért. Ti meg fizetést kaptok ezért, akkor most miért nincsenek sikerek, miért nincsen élmény, miért nincsen eufória, miért nem lehet örülni a közös sikereknek. Igen. Na mindegy, jó, van, aki csak annyit ír, hogy kijutunk az EB-re, sok felkiáltó jellel. Tehát, hogy legyen ez így, mi ennek nagyon drukkolunk, csak nem tudom, szerintem szörnyű volt ez már csak az a 4 perc is. Jó van, Óven bácsira, Berulinre lehet jelentkezni. Jó, egészen nyugodtan, ha valaki szeretne ajándékcsomagot nyerni, újak az ajándékaink, majd mondjuk, hogy mikor, mit, mert megvariáltunk, van egy csomó minden új dolog, lett egy csomó minden, amit kicseréltünk, átcseréltünk, tehát mindenhol egy kicsit más az ajándékcsomag. Ezeket majd mondjuk, ahogy érünk a játékhoz, lehet jelentkezni a játékra, mi pedig jövünk a hírek után. 3:48 lesz, pontosan 2 perc múlva, hello mindenkinek, jó reggel. Gyerekek, imádok a fociról beszélni, mert olyan indulatokat kavar, hogy... Ez elképesztő, egy barátságos meccs után elmondtam a véleményemet, amit szerintem lehet, hát figyelj, hát szóval, hogy itt aztán, hogy aztán te miért beszélsz a fociról, meg ti mit gondoltok, meg hogy emiatt van ilyen hozzáállás a magyar focinál, nem. Nem emiatt van, drága hallgató, nem miattunk van, amiatt van, ami tegnap a pályán történt, amiatt van. Én mondhatok bármit, ha jól játszanak. Meg nem is a tegnapi miatt, tehát szóval hogy annyiban kijavítanak, nem is a tegnapi miatt, hogy itt egyébként csomóan írják, egyébként nyilván egy kicsit visszapasszoló a labdát, hogy amikor mi kakaműsort csinálunk a tévébe vagy a rádióba, akkor felvesszük-e utána a pénzt? Igen, felvesszük. Ugyanakkor azért hasonlítsuk már össze úgymond a találati arányunkat a magyar válogatottéval. Itt egyszerűen csak arról van szó, hogy itt hosszú-hosszú időn keresztül azoknak az embereknek, akik imádják a focit, meg kimennek a pályaszélére drukkolni, és együtt örülnének velük, ha győznének, okoznak nagyon komoly csalódást. Tehát, hogy azért velünk azért picit gyakrabban előfordul az, hogy jó műsort sikerült csinálunk, vagy igen, bocsánat, miből finanszírozzák a magyar futballt, és miből finanszírozzák a mi műsorunkat, tehát azért a kettő sem ugyanaz. Így tehát van. Az egyik más bevételből jön, meg más bevételből megy a másik, tehát ezt sem szabad elfelejteni. Mit akartál mondani, Feri? Hát, hogy a magyar válogatott a FIFA ranglistán 44. most megnéztem a film, meg a 65. Hát igen. Ne felejtsük el, egy-két hallgatói hozzászólás. Azért azt ne felejtsük el, ha a második félidő elején az a lövés bemegy, akkor gól. Hát az igen. Jól látod. Jó vagy. Szemétség. Jó vagy. Évek óta nincs normális magyar focink, minek pumpáljuk bele azt a sok pénzt, ott vannak a sikeres vízilabdásaink, tőlük kellene fokozatosan leengedni a vizet, majd hozzászoktatni őket a focihoz. De nagy ötlet. De nagy ötlet. Minden nap csak 20 centivel kevesebb víz van a medencében. Egyik. Nézd, a végén már úgy rúgnál labdát, érted?
Rossz a felfogás. A focisták egy csomó embert eltartanak, azért kell nekik annyi pénz. Fodrász, autókereskedő például. Így egy hallgató. Aztán egy alternatív megoldás a magyar futballra. Az ötös lottó húzásakor kellene sorsolni a válogatott tagjait a magyar lakosságból nemre és korra való tekintet nélkül. Minden meccsnél más játékos lenne az ötös lottó húzás után. A taktikán kiszámíthatatlan, a meccs pedig élvezhető lenne. Egyébként igen, minden képes a 74 éves Marika néni, igen. Aki a lottó húzása jutott be a meccsre. A tegnapi meccs legszebb pillanata az volt, amikor megjött a pizza. Igen. Balázs, nem értesz a magyar focihoz, maradj csöndbe, írja egy hallgató. Egy másik, ezt olvasd be, ha tökös vagy. Tipikus magyar hozzáállás, ha nyertünk volna, kussolnátok. Így meg fröcsögtök, Szendrei kussolnátok. Akkor mondtuk volna, hogy gratulálunk. Akkor srácok. Együtt örülnénk vele, mint hogy minden egyes magyar sportsikernek örülni szoktunk. Ha figyeltetek az elmúlt fél órában, kedves hallgatók, akkor elhangzott az a mondat, hogy nem azt várta senki a tegnapi meccstől, hogy nyerjünk. A Balázs mondta pont, hogy egy-egyet, de... hogy élvezhető focit, mert hogy az nem volt tegnap, érted? Mi nem azt láttuk, senki, hogy 6-0-ra verjük el a finneket, hanem hogy meg lehessen nézni egy jó focit. A finnektől kikapni nem szégyen, jégkorongba. Olyat nem lehet, amit néhány országban csinálnak, hogyha a magyar válogatott ennyire rosszul játszik, hogy nem szép, akkor legalább a futballra kilátogatók visszakapják a pénzt. Tehát, hogy azt mondja a magyar szövetség, hogy oké, rendben, kárpotoljuk a szurkolókat, akik több ezer forintot befizettek, ha vesztettetek, akkor legalább azzal büntetjük saját magunkat, hogy az ott szereplő, egyébként szívükkel, lelkükkel drukkoló, még a magyar fociban hívő embereknek az a minimum, hogy visszaadjuk a pénzt. Aha. És azt mondjuk nektek, hogy rendben van, vesztett meccs után mindenki visszaveszi a pénzt. 2000 forint, 3000 forint, 5000 forint, nem tudom mennyi a belépő. Minden vesztett meccs után a szövetség visszaadná a pénzt, nem? Érezném, hogy akkor valahogy fontos az a teljesítmény, amit ott a magyar válogatott nyújt, mert föl tudom venni a pénzt, mert nem volt az a teljesítmény, amiért én kimentem. Nem? Hát ez tök jó egyébként, mert hogy nyilván azért fizetsz, hogy egy sikerélményben legyen, egy happy dologban legyen részed, hogyha azt az élményt nem kapod meg, akkor vagy adják vissza a pénzet, mondjuk döntetlennél adják vissza a pénzennek a felét, vereségnél meg adják vissza a teljes pénzt. Igen. Akkor, ha megnyertünk, akkor onnantól kezdve meg ne kelljen visszaadniuk semmit. Akkor joggal fizetél érte. És hogy hallgatók mit bele nem hallanak abba, hogy három műsorvezető egyébként beszél a magyar futballról, ami tegnap barátságos meccsen kikaptunk szörnyű 90 perces vergődés után, amit 4 perces zanzásítottat láttam, és minden volt. Látom, megy a szoci kampányotok. Jézus! Tényleg? Jobb, hogy szerintem nem szóltam erről, ne haragudjatok. Elszóltad magad. Melyik mondat volt az? Mondd el még egyszer. Hogy milyen összeesküvés elméletek. Ja, most állt össze. Egy kereskedelmi rádió reggeli műsorban három ember beszél arról, amit gondolt, amit olvasott, amit megnézett, te belenéztél a meccsbe, összefoglalót láttam, elképesztő. Megdöbbennél, ha látnád, kire szavazok. Pintér azt nyilatkozta a meccs előtt, hogy nem szerethető válogatottakat akar, hanem harapósat. Szerintem az eleje bevált. Itt van egy hallgatónk, aki tud nekünk segíteni egy-két kérdésben. Hello Józsi, jó reggelt! Hello, szia, jó reggelt! Sziasztok. Józsi, ez nem az igazi neved, tudom, ugye? Csak Józsi vagy most, ugye? Igen, most igen. Józsi. Nektek Józsi vagyok most, igen. Nekünk lehetsz Józsi. Te azt mondod, hogy vannak információid a meccsekről, és félreértés ne esik, én még egyszer azt mondom, hogy senki zsebében nem akarunk turkálni, én inkább a jutalmazási rendszernek a minőségére, meg a szabályrendszerére vagyok kíváncsi, hogy van egy elvesztett meccs után, egy döntetlen meccs után, egy nyertes meccs után, hogy vannak motiválva a játékosok, mi a rendszer, inkább ez érdekel. Te futballoztál régen, ugye? Elég közel igen, voltál. Igen. Csak hát lehet nem voltam elég szerencsés és tehetséges. De közel voltam. Igen. Van első osztályú mérkőzésem is. Hogy van ez akkor? Segíts nekünk egy kicsit. Hogy megy ez a magyar futballban? Hát ez úgy néz ki, hogy győztes meccs után van egy bizonyos prémium, amit minden játékos megkap, ha pályára lép, ha nem. Akkor is, ez egy ilyen 5-600 ezer forint, nyilván a fontos... Ez válogatott? Meccs, akkor, tehát ez most válogatott? Igen, most válogatottakról beszélgetünk. Igen, ez ilyen 5-600 forint egy ilyen átlagos, barátságos meccsen. Hogy 5-600 ezer? Igen. A győztes meccsünk van. Nyilván, hogyha mondjuk egy válogatott VB-selejtező, vagy valami fontosabb meccs, akkor ezt meglocsolhatják egy kicsit. Akár ez lehet többszörösei. Tetszik a szleng. Nagyon jó. Meglocsolhatják. Tehát 5-600 ezer forint. Oké, mi van a döntetlen meccsnél, mi van a vesztes meccsnél? A vesztes meccsnél nyilván nem kap senki egy forintot sem. A döntetlen pedig a fele. Az aktuális összegnek mindig a fele. Tehát a döntetlen az aktuális összegnek a fele. Tehát az is jár, hogy 3 kiló.
Három kiló, így van. De figyelj, azt mondta, hogy vesztett meccsről nem kapunk semmit. Na most például, ha ide jönnek a németek, mi tudja, hogy kikapunk a németeknél, áldozattal jár, összetartás, edzés, meccs előtt, stb. Nyilván mindenki tudja, hogy ki fogunk kapni. Akkor se kapnak semmit, és úgy mennek ki, hogy nem kapnak semmit, hol tudják, hogy valószínűleg ki kell menni, és ki fognak kapni, és ingyen mennek ki a pályára. Hát, nyilván nem így állnak hozzá, viszont hogyha ugyanúgy játszanak, mint Jani, és megrakják a németeket, akkor úgy nyerhetnek egy kis pénzt, uh-huh. és saját maguk ellen fogadnak. Uh-huh. Tehát te azt mondod, hogy egy ilyen elvesztett barátságos meccs után nincs pénz. Nincs. Uh-huh. Nem. Klub szinten mik a fizetések? Itt olvasni 4 milliós, 5 milliós, 6 milliós összegeket? Ez... Hát figyelj, az a legszomorúbb, hogy a külföldi játékosok általában sokkal jobban keresnek, mint a magyarok. Tehát egy szerb, vagy egy akárhonnan idehozott külföldi játékos, akár ilyen 10-15 ezer eurókat is megkereshet havonta. Uh-huh. Plusz ugye természetesen ugyanaz a premizálási rendszer, mint ahogy a összes többinél egy győztes meccs döntetlen, ugyanígy van egy kis 2-3-150-120 ezer forint per pont, és akkor 3 pont esetén ugye ez 360, vagy van, ahogy így is történhet. De gondolom, hogy aki futballozik, annak inkább a válogatott számít, hát nyilván jobban is keres, több pénzt is keres, már ugye a klubszint számít, azt mondom, tehát hogy a válogatottba elmegy, ha hívják, bemegy, presztízs, persze nem is annyira jó, mert sokszor kikap az ember, tehát nyilván a klubszint az, ami sokkal fontosabb, mint a válogatott, nem? Hát azért én azért elég sok mindenkivel kapcsolatban vagyok, mindenki szeret hazajönni a válogatottba, azért mindenki szeretné jól teljesíteni a válogatottba, kivéve a Huszti, így van. Hát ott volt egy kis összeveszés, de hát az előző rendszernél is elég sokszor olyan játékosok nem kerültek be, akik tényleg maguk posztján Magyarországon a legjobbak voltak, csak egy unszimpátia miatt nem feltétlen kerülhettek. Nem tudod egyébként, hogy a Szabolcsnál volt a probléma, ahogy nézett különbségek, ő győzni akart, vagy? Hát lehet, hogy az volt, hogy túl jó volt, és nem akarták berakni. Figyelj, akkor már csak egy kérdés, hogy az EB-re milyen esélyünk van, vagy te mit mondasz? Szerintem meg lehet az esély. Szerintem, hogyha ez a válogatott összeáll, akkor lehet. Persze ez az is kell, hogy az ellenfelek rossz napot fogjanak ki. Szóval igazából nem tudom, elég kiegyenlített a csoport. Ki is juthatunk, meg nem is. Uh-huh. Jó, mondjuk ezzel most sokat segítettem nektek. Nem, de hát hogy de akkor van rá is esély. Hát ennek az ember mindig örül, meg nyilván drukkol, szóval itt senki nem arról beszél, hogy ne drukkoljunk nekik. Én most is bedöltem ennek. Új szövetségi kapitány, hát ha... Aztán nyilván hát mindig reménykedik az ember. Egyébként te például azt ugye vágod, hogy itt alapvetően nem arról van szó, meg nem arról beszélünk, hogy ezek az emberek mennyit keresnek, és hűdés sajnáljuk tőlük ezt a pénzt, hanem itt arról van szó, hogy mi igazából sajnáljuk azokat az embereket, akik pénzt adnak azért időről időre, hónapról hónapra, selejtezőről selejtezőről, hogy kimenjenek, szurkoljanak, és aztán csalódott a logóról mennek haza. Tehát, hogy Ebben teljesen igazatok van, viszont azt is megnézitek, hogy egy negyed ötöd osztályban tudnak 200-300 ezer forintot keresni játékosok Magyarországon. Hát igen. Ez egy megyei, és egy megyei szintről beszélgetünk. Ez egy megyei szint. És akkor két edzés, meg egy meccs, amire ki kell járnod edzeni. Igen, nem is tűnik soknak. Jó, és magyarok, hogy... Ja, jó, oké. Mondjál, befejezd be nyugodtan. Nem, csak hogy mások meg 80 ezer forintokból élnek. Én csak kíváncsiság voltam magáról a rendszerre, hogy milyen alap, hogy kapják. Jósi, köszi, hogy elmondtad ezeket. Ciao. Na, én köszönöm, sziasztok. Hello. De azon gondolkozom, hogy akit az SMS falon védi a mostani válogatottad meg a magyar focit, én azzal olyan szívesen beszélnék, hogy mondjam el, hogy mit szeret benne. Szerintem ez inkább egy ilyen nemzeti önérzet, hogy ne forduljunk el tőlük, de én sem akarok. Nem csak én próbálom megérteni magát a jelenséget, abszolút. Jó, oké, mindegy, zárjuk. Mennyit fizetett a magyarra, meg mennyit a finnekre, te nézted? Nem teszek a magyarok ellen. Soha nem tennék, én csak kérdezem, hogy... Az Olival beszéltünk egyszer, aki ugye elgondolkozott, amikor a finnekkel, hogy tegyen-e a finnek ellen, vagy ne tegyen. Nem, de... a válogatott ellen nem szoktam. Az szép. Mert hogy állítok, háromszoros pénz volt a finnekre. Jó, de azt nem én sem, tehát nem is fogadok. Dániel jobban fizetett. Bollára, adjatok meg! Óven bácsival és Beru nénivel játsszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mint dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Jó reggelt, sziasztok! Edit vagyok Komáromból. Hello, Edit! Sziasztok. Edith, neked egy kínszenvedés lehetett ezt végighallgatni a magyar futballról? Hát igen. Tudom, de muszáj róla néha beszélni. De igazából Balázs, teljesen igazat adok neked, úgyhogy
független attól, hogy nem vagyok egy sportpárti, úgyhogy... Én is csak laikusként beszélek, és én ezt hangoztatom, igen, és fölteszem azokat a kérdéseket, amiket egyébként hétköznapi emberek egy ilyen meccs után föltesznek, világos, és ez is a feladatom, igen, abszolút. Igen. Egyébként nem értek hozzá, és nem is mondom, igen. De legközelebb a te kedvedét ugyanígy fogunk fröcsögni majd, hogyha a magyar szinkronuszó válogatottnak fogadni fognak. Kapni fognak. Mit csinálsz Edith Komáromban? Merre hát vagy? Én most éppen babázok, ma 15 hónapos a kisfiunk, úgyhogy most vele vagyok itthon. Ó, hát azok boldog, boldog hetek. Kevés, igen, alvás, sok boldogság. Ugye? Sok alvás, fárasztó napok inkább nálunk így. Ő, de már végig alusz az éjszakát, 15 hónaposan? Igen, hát 3 hónapos korától, úgyhogy nincsen gond. Áruló! Fúj, de utálom ezt. Áruló! Nekünk még 2,5 évesen se. Fú, de nem szeretem ezt hallani. De hát jó az persze, szerencsétek, igen, van. Igen. Oké, Edith, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Berundi, figyelj! Oké. Az volt ideírva, hogy meccs hang. Gondoltam, kipróbálom, nem az. Bocs. Nem baj, nincs, jó, nincs ezzel baj. Hát még kint vannak a kantinban, vagy valahol. Most. Aha. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj. Jó, jó. Na, 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 na. Na. Húha. Hát ez nem nehéz. Nem friss, de nem nehéz. Hát, ahogy nem friss, igen, az enyhe kifejezés, tehát... Akkor még egyszer lehetne. Persze, persze, mutatjuk. Jó. Na, 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 na. Hmm. Hát is, ismerős, csak nem tudom. Bizony. Nem? Hosszabb részletet mutassunk? Hát igen, igen. Jó, figyelj, én mutatunk hosszabb részletet. Na, 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 na. Igen, na. Balázs Fecó, Éjszakok című dal. Ismerős hozzám, tudtam, mire mi. Valahogy ebbe is beleszuszakolta magát a mi Balázs. Igen, Balázs. No, nagyon örülök. Új ajándékaim vannak, ahogy mondtam, klassz pasztartó, Morning Show egér alá tét, nagyon klasszul néz ki, és itt, aha, bögre van, tehát a Berunéninél bögre van, mert hogy a hármasugrásnál majd Morning Show óra lesz, méghozzá nem is akármilyen. Hú, ez nagyon komoly. Viszont nálad most kivettük a bögrét, úgyhogy egér alá tét. Hú, te lettél volna az első, aki kapsz ebből az új bögréből. Bizonyám. De azt kivettük. Jó, úgyhogy klassz FM-es pasztartó és ML Morning Show-s egér alá tét nagyon csecsén néznek ki, tényleg. Az óra, az az, okay, az óra, amit ilyenkor dobozos? Azt, hogy behozzuk, igen. De jó. Az a nagyon magányra, teszünk fel meg képet is. Igen. De az új bögre is jó. Edith, köszi a játékot. Én köszönöm szépen, sziasztok. Ciao, hello. Hello, hello. Hello, hello. Na jó van, 3 perc van, pontosan 8 óra csütörtök van, az elmentes övezettel folytatjuk, Gábor érkezik hozzánk a hírek után. 8 óra múlt pontosan, 12 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt, már nem foglalkozunk a futballal, köszönjük szépen, mert még mindig özöllemek a vagy igazatadó, vagy anyázó, vagy elkét, de tényleg döbbenet, hogy hihetetlen indulatokat tud gerjeszteni a magyar foci még mindig. Tehát pont ezért jó erről beszélni. Senki ne idegesítse föl magát, már nem beszélünk a magyar futballról. Idegesítse magát az, aki fizetett fér, hogy így van, mi már nem beszélünk róla. Budakeszi főút megint áll útépítés miatt, marják az aszfaltot egész nap, így lesz ez 2 hétig, szép napot mindenkinek, üzente nekünk Bendegúz. 25 perce várom a vonatot Dunakeszin a nyugati felé, ez megint mi? Kérdezi egy hallgató, nem tudunk ebben segíteni, írjál, ha odaért. Budakeszi úton kékruhás zombik riogatják az arra közlekedőket. Írja nekünk István. Mindenki mindenkit bánt, mindenki mindenkit megmar, oszt, sérteget, döbbenet egyébként. Annyira jó hazajönni, annyira jó, hogy... Látod, unatkoztál ott ki. Lát, gyerekek. Hol volt ott ilyen? Hát semmi. Hát itt konkrétan meg akarnak ölni a reggeli megszólalás után. Hogy merek én így beszélni a magyar futballról? Eger és Kerecsent között a 9-es és a 10-es kilométer között trafiznak egy kék golfból. Ezt Laci küldte nekünk. Ott is menjen mindenki lassan, illetve trafi az M3-ason, a 101-es és a 102-es kilométer között felüljáró rendőrautóból. Ezt Bazsi írta nekünk. Köszönjük szépen. Csütörtök van, ez múlt héten elmaradt, nem volt kontraelmentes övezet? Hatalmas szabályos Budai, Mr. Budai. Igen, nem? Két hete volt. Volt vendégünk egyébként, ugye a világevő. Volt, ő is egy másik szegmensét képviseli a kulináris érvezetek. Umamit Gábor. Umamit. Az az 5. alapíz, az umami. Olyan umami reggelink volt, hogy... Illetve én nem, de ők ettek. Az egy nagyon érdekes dolog, nagyon sok kajába belerakják, és ezzel nem tudod, hogy mitől működik a kaja, de működik. Igen. Igen, ez egy jó dolog. Igen. Na jó van, szóval, hogy csütörtök van, 8 óra elmúlt, ez pedig azt jelenti, hogy kezdődik az elmentes övezet. A háború
elkezdődött. Ivóvizeinket szennyez, az ételeinket mérgezik, az állatainkat pusztítják. Egyre kevesebben vannak, akik még mernek harcolni. Manipulálnak, hazudnak, fogyasztásra ösztönöznek a nagyobb profit érdekében. De van valaki, aki szembeszáll velük, és soha nem adja fel. Génmanipulált élelmiszerekkel árasztom, antibiotikummal szennyezett, lejárt savatosságú ételeket cikkéztek át. Van valaki, aki kimeri mondani az igazságot, és segít dönteni. Az ember, aki értet küzd. Lépj be te is az elmentes övezetbe, Balázssal! Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Gábor, hello! Jó reggelt kívánunk neked! Jó reggelt, szerbusztok, jó reggelt! Hello! Mi újság, hogy vagy? Hát nézzétek, ahogy beszélgettetek itt a magyar futballválogatottról, az jutott eszembe, hogy össze lehetne írni egy jó reformétrendet a magyar futballválogatottaknak. Mit ajánlanál nekik? Nézzétek, gondoltam egy pici kis növényi fehérjére, kendermag, tehát héj nélküli kendermag, tökmag, ugye ez borzasztó fontos a héj nélküli tökmag liszt, a zappehely, és ugye a zapkás az mindenképp kéne nekik. Fehér tésztát nem mernék javasolni. Azt jól szólt be a futballjára, de ez nem volt jó. Durum, vagy más teljesülésű durum. Az antioxidáns mennyiségét növelném, tehát bodzát, fekete ribiszkét, ezek sűrítményét. Kössük be a szabad gyököket kicsit. Igen, attól félek, hogy a fáradtságot a túl sok szabad gyök okozhatja. És hát esetleg azt szabad mondani, hogy a só egyensúly, az fontos. Mert igen, nagyon nem... sokat köpködnek, hogy mondjuk igen. Az más focisták, és ez egy világjelenség, illetve vezető edzők is ugye sokszor, hogy arra mit adnunk, ami a nedvességet a testben tartja. Én megnézném az elektrolit, a só egyensúlyukat, nátrium-kálium egyensúlyt, és azt beállítanám kis paradicsomlé, és lehet, hogy egy pici sóval is gazdagítanám az étrendet, hogy kevesebb nyál képződhessen. Gyerekek, hát, ez a menü. Lehet, hogy használnak. De nem lehet, hogy pont elekezeted, hogy ez a köptetést, vagy a köpködést, ezt félreértjük, hogy ez a kommunikáció egy forma, ez egy csapatépítés. Gyakorlatilag, hogy hát mindenki ezt... köpköd, és ezáltal úgy érzik, hogy együtt vannak egy brancsba. Tehát nem pont ellenkezőleg valamit, mint tudom, kakukkfűtin trinktúrát kellene nekik felérni, hogy még többet köpködjenek? Félek, hogy ezt én nem fogom tudni megválaszolni, azért a nyál pH-t én mérnék, és megnézném, hogy nem elég savas. Ha savas a pH, akkor a szervezet könnyen megszabadul tőle. Nem tudom, itt egyéb problémák is lehetnek. Na jó, minden esetre ezt megfogadjuk. Köszönjük szépen. Figyelj, mielőtt belevágunk a mai témában, nem akarunk senkit hiogatni, hogy mit ne egyen, sokkal inkább valami másról fogunk majd beszélni, ami talán meghozza a kedvet ahhoz, hogy ezt vagy azt tegyük. De ugye itt volt megint egy eset, amiről beszélnünk kell, ez a hatóanyag maradék különböző bébi ételekben. Hát ez, akinek gyereke van, attól ez így megijedhet, holott az ember azt gondolná, és talán jól, hogy azért a bébi ételek meglehetősen ellenőrzöttek. Tehát mondhatjuk, hogy ez egy ritka kivétel, ugye, hogy határérték feletti rovarölőszer volt, vagy rovarölőszer maradékot mutattak ki bizonyos bébi ételekben, ami ugye már lekerült a polcokról. De ez gondolom nem egy sűrű jelenség, nem? Az a baj, megint rosszul látjátok, ha rovarölő volt benne, legalább nem volt benne rovar. Igen, hát nem vett a gyerek, hát, legyen. Hát most érted, nézd meg. De hogy azért ez nem egy sűrű jelenség, ez gondolom nem én, sűrű ugye? Jelenség. Mint az Európai Uniós, mint a magyar szabályozás sokkal szigorúbb követelmény szerint bírálja el és jegyzi a bébi ételeket, és ez szinte köteles tananyag az egyetemeken is, hogy a forgalomba kerülő bébi ételek megfelelnek a szabványnak, és azt mondhatom, hogy kiemelkedő minőségűek. Ez most furcsa hangzik az én számban, mert megszokhatták a kedves hallgatók, hogy előfordul, hogy mondunk ezt-azt bizonyos élelmiszerekről, illetve... Hát szinte csak azt mondunk, Gábor, úgyhogy az előfordul, ez ebben a formában nem igaz, mert két hónapja megy a rovat, és igen, csak felkavartuk az állóvizet, de most akkor erről nem... A bébi ételeknél kifejezetten jó minőségről tudok beszámolni, és nagyon ritka a kihágás. Ugye ennél a terméknél volt már probléma, és hát azt is figyelembe kell venni, hogy alma pépről van szó, azt hiszem áfonyás almás termékről van szó, hogy az alma pép az mindig necces ilyen szempontból, hogy mennyire lehet betartani ugye a permetszer, tehát meg kell várni a lebomlási sebességet, a lebomlási időket, ezért is vizsgálják ezt. Csak egy kérdés ezzel kapcsolatban, az tök jó, hogy megfogják, meg az abszolút jó, hogy levetetik a polcokra. Engem mindig ilyenkor az érdekel, hogy mi van, ha mondjuk egy fél évig nem ellenőrzik. Ugye? Mert hogy ezek általában szúrópróbaszerű ellenőrzések. Most éppen megfogták, bemérték gyorsan le és vetették. Csak a kérdés mindig az, hogy oké, hogy levetették, de mióta volt a polcokon? Tehát elképzelhető az, hogy egyébként fél évig egy olyan bébi étel vagy bármilyen polcokon van, hogy nem kap szúrópróbaszerű ellenőrzést, és fél évig gyerekek ezt teszik?
Én szerintem nem fordulhat elő, mert a szúrópróbaszerű ellenőrzés, ne úgy képzeljétek el, hogy véletlenszerűen, idézőjelben véletlenszerűen, de mindig beleesik olyan termék, de rendszeresen bele kell esnie. Uh-huh. Tehát ez úgy van kitalálva matematikailag, hogy ez a szúrópróbaszerű ellenőrzés, hogy beleessen mindig a hibás termék, amennyire csak lehet. Ez jól ki van találva, és én úgy tudom, hogy a bébi ételeknél ez kifejezetten szigorúbb és gyakoribb az ellenőrzés. Ugye, hogyha a hírt megnézzük, akkor azt látjuk, hogy ez egy tudatos ellenőrzési kampány volt. Tehát nem éppen bement a boltba és hopp leemelte, hanem a hatóság elindította, megtervezte, és megcsinálta. Hát főleg, hogy ezzel a gyártó termékeivel már volt baj, ugye 2010 vagy 2011-ben, tehát gondolom ilyenkor villog valami jelző, és hogy még jobban figyelnek, nem? Vagy így akkor van. Még többet ellenőrzik őket. Így van, de attól nem kell tartani, hogy most a legtöbb ilyen élelmiszerben lesz növényvédőszer, vagy rovargátló anyag. A lényeg az, hogy ellenőrzik, figyelnek ránk, és ezt azért jó tudni. Gábor, ilyenkor lehet mondani, bocsánat, egy olyan számot, hogyha mondjuk a gyerek 30-at ebből már megevett, mert anyu bevásárolt belőle, akkor esetleg baj van. Mert ugye te mindig azt mondod, hogy ha egyet eszel, akkor nem biztos, hogy gond, csak a határértékeket túlléped. Ilyenkor nézik azt, hogyha mondjuk 30 ilyen dobozt megevett a gyerek az elmúlt két hónapban, akkor már érdemes odafigyelni? Lehet ilyet mondani? Igen, bár az a határértékek úgy vannak megállapítva, hogy nem tudsz annyit enni. A gyermek sem tud annyit enni, hogy baj legyen belőle. Jó, a határérték az százszoros szorzóval működik. Meg ezért halljuk be őszintén, meg is elmondtuk, hogy azért ez egy kiragadott eset, tehát hogy általánosan nem lehet mondani. Ráadásul, hogy a gyártók saját termékeiket is folyamatosan ellenőrzik a gyártás során, mert ugye vannak olyan szabványok, amiknek meg kell felelni minden egyes ilyen terméknek, és saját maguk és a saját laboratóriumban ezeket folyamatosan ellenőrzik, ez egy véletlen lehetett. Így van, és aki bébiételt gyárt, az amikor a gyártósort fölrakja és elindítja, akkor pontosan tudja, hogy egy sokkal szigorúbb elvrendszernek kell megfelelnie, és az nem fog csalni, egyszerűen azért, mert jól tudja, hogy pontosan ellenőrzik a legszigorúbb ellenőrzés, ugye az a csecsemőknek szánt, és a kisgyerekek szánt táplálni. Na jó, akkor ezt megnyugtatom. Ezeknek a gyártóknak nevét ugye már meg is lehet találni, föl is teszik, így van. A lébéknek az oldalán mindig meg lehet őket találni, ez hatalmas presztízsveszteség és irgalmatlan büntetést hoz maga után, hogyha valakiről lesz kiderül. De itt is verseny van, tehát ezen a bolygón élünk megint, itt is verseny van, de figyelnek. Na, ez mindenféleképpen megnyugtató. Oké, ma nem akarunk senkit riogatni, hogy mit ne egyen. Igazából szerintem nem is jó szó a riogatás, csak sokan mondják, hogy úgyse jön a csütörtök, kicsit kezdenek szorongani, hogy két hétig megint csak fénnyel táplálkoznak. Mindig arról beszélünk, hogy jó, ha tudjátok, aztán majd a szabad akarat meg ti úgyis eldöntitek. De most valami picit másról akarunk beszélni, ugye az nagyon fontos, és az ember azt szerintem nem is tudja, csak egy teljesen automatikus rendszer az, hogyha éhes vagy, kiveszel valamit a hűtőből, ha megkívánsz valamit, akkor igen, bemész cukrászdába, vagy valahova megveszed, de hogy alapjában véve maga az ízek kémiája, hogy alakul ki az agyban, miért kötődünk az édes ízekhez, a Jani miért megy sokat cukrászdába, más valaki miért teszik inkább sokkal több sósat, hogy alakul ez ki, és aztán természetesen, hogy hogyan befolyásolják ezt mesterségesen különböző ízfokozókkal például. Tehát ennek a kémiája, hogyha éhes vagyok, vagy almalevet innék, milyen ingerület vagy vegyület jut az agyba, miért ehhez vagy ahhoz nyúlok a hűtőben. Édes íz alakul ki a születésnél? Egy enyhe édes íz az anya teje? Erről van szó, igen, amikor megszületünk, bizonyos öröklöttség azért van itt is, tehát örököljük az ízvilágot, de végül is azt mondhatom, hogy ez neveléssel alakul ki. A születés után, az anyateljes táplálás során az ízlelő bimbók ugye az első ízeket megkapják, és ahogy ti is tudjátok, az anyatej enyhén édes ízű, édes kis ízű, és ez beállítja azokat a hormonokat, azokat a boldogságérzéseket, azokat a dolgokat az agyban. Ugye ezért mondják azt, hogy boldogtalan csecsemő nincs, mert még akkor is, ha sír, ő nem boldogtalan, ő vidám, alapvetően egy nyugodt természetű, mert az anyatej beállítja, egy nagyon fontos dolog. Mondjuk akkor, hogy Jani, neked csak cukor volt az anyatejben, nem? Igen. Te kristálycukrot szoktál. A cukor és a csecs függőségem akkor megmaradt. De a két legfontosabb függőség az életedben, a mell és a cukor. Elnézést kér. Köszönöm, anyám. Cici perverz vagy és cukorfüggő, hát ennyi. És meg is vannak az okok. Ugye a probléma akkor kezdődött, amikor a tejet elkezdték higítani és cukrozni a régi világban, és kialakult a kisgyerekeknél már az édességvágy, erős édességvágy, vagy nem volt anyatej, és ugye a tápszereket is máshogy ízesítették, hát nem lehetett úgy, mint az anyatejet.
Amit még hozzátennék, az az, hogy az emberi ízlelés az összefügg a hangulatunkkal, összefügg az érzelmi életünkkel. Ez egy sokkal komplexebb kérdés, mint pusztán a táplálkozás. Ez nem pusztán csak élettani kérdés, vagy olyan szempontból, hogy testi kérdés, hanem lelki kérdés is. Azt mondják, hogy a táplálkozás viselkedés függő dolog. Tehát ahogy gondolod, amilyen kedvem van, azt akarom enni, vagy szomorú azt kívánom. Ez sok itt zabálni. Szomorú vagy, akkor is működik. Uh-huh. Maga az étel is befolyásolhatja azt, hogy milyen emléket hagy az agyban. Úgy nevezik ezt, hogy termékemlék, ízmemória, ilyen szavakat használhatok. Van, tehát ízmemória van az agyban. Képzeljétek el, hogy az agyban ugye vannak memóriasejtek, és amikor eszel valamit, vagy jót, vagy rosszat, az agy azt jegyzi. Valószínűleg egy idő után kidobja, mert nincs értelme azt tárolni, de én biztos vagyok benne, hogyha visszaemlékeztek gyermekkorotokra, fogtok emlékezni egy jó ebédre, egy jó reggelire, vagy inkább vacsorára, azt mondom, amikor éhesek voltatok, és ettetek a családdal, együtt volt a család, ezek termékemlékek, ezek ízemlékek, és emlékeztek szerintem a szobára, emlékeztek az emberekre, tehát az agy nem csak ízeket archivál, hanem vele együtt embereket, hangulatot, fényeket, és az agyban ezek emlékekként kerülnek archiválásra, és amikor te éhes vagy, akkor az agy a több millió, vagy több ezer, több százezer emlék közül válogat, hogy a mostani fényekhez, a mostani hangulatomhoz melyik régi emlék. Tehát ha valaki hasonlít, például egy nő kívánja mondjuk a nem tudom, a rakott krumplit, vagy a töltött káposztát, akkor nem történik más, mint ő csak azt gondolja, hogy éhes, és azt tenne, de közben az agya előhívott egy olyan emléket, ami neki akkor rögzült, amikor jó volt azt, de adott pillanatban megenni. Uh-huh. Igen, tehát az agy általában nem kitalál valami újat, hanem a meglévőkből dolgozik. De akkor a Jani cukrászdába jár bölcsödében, vagy ez mind? A Janinál meg kéne nézni a gyermekkort, hogy mi is történt ott. Mi történt? Tehát ugye van, amikor biztos hallottatok ezt az ott, hogy étel averzió, ez az ellentétje ennek, amikor nem kívánok spenótot, valami emlék kötődik hozzá, éppen nem is emlékszem rá, lehetséges, de az agyam jegyzi, hogy nem voltam éhes, számba tömték, stb. Igen, nem is az, hogy egyszerűen csak nem szeretem, hanem valami rossz emlék, amit nem is tudok. Milyen érdekes. Aha. Igen. De nem feltétlenül fűződik hozzá jó élmény. Például, amikor az édesanyám gombamérgezéssel feküdt szegény az István kórházban, mert a faterem azt mondta, hogy nem viszük el bevizsgáltatni, mert ő ért hozzá, aztán kiderült, hogy nem annyira. Konkrétan ez történt, akkor vittünk az édesanyámnak egy tálca francia krémest. És mind a mai napig emlékszem, hogy végig, ahogy mentünk befelé a villamoson, én stíroltem az apám ölébe, ahogy hívják ott, a celofán papírba csomagolt krémeseket, illetve sejjen papírba, és amikor beértünk, akkor anyukám mondta, hogy hát nyilván érthető okokból kifolyólag nem kívánja. És abban a pillanatban kinyílt számomra a világ. Azóta én a gombamérgezéssel kapcsolatban mindig ezt az ízt érzem a számban, és újra is újra kémes. Tehát, hogy nem feltétlen pozitív élmény. De egyébként tök igazad van, mert én ugye 14 éve vegetáriánus vagyok, de még mindig, mind a mai napig fel tudok idézni, tök egyszerűen és szinte a számban érzem olyan húsételeknek az ízét, amik meghatározók voltak a gyerekkoromban. Tehát, hogy nekem például, tehát remélem, hogy nejem nem érzi, amikor össze simulunk, hogy füstölt csülöknek. Füstölt csülöknek. Ott dereng az íze a számban. Mondjuk ez így. Mi van, ha valaki például sós ízeket hív elő? Vagy az a mi, vagy a sós és az ingerek? Így van, kétféle ízvilág van. Ugye az édes és a sós. Az édes ízeket azt a korábban már említett egy másik adásban, ugye beszéltük a karamellt. Tehát etil vanilin, mesterséges vanília aroma, karamell és cukor, és egy kis tehéntej. Ezekkel hoznak létre olyan süteményeket, olyan ízeket, olyan látvány dolgokat, amikkel édes íz függést lehet kiváltani. És van ennek a másik oldalam, a sós ízek. Ugye így jelent meg a híres E621-es nátriumglutamát, amit egy japán kutató fedezett fel, és azt találta, hogy ennek önálló íze nincs a glutamátnak, viszont ha sós, fehérjedús ételekhez hozzáadom, akkor mondjuk húsos ételekhez, pizzás ételekhez, levesporokhoz, leveskockákhoz, egyebekhez, akkor a meglévő ízt nem is fölfokozza, ez egy rossz szó, hogy ízfokozó, íz harmonizáló, íz összekapcsoló. Az E621. Ezért van az, hogy annyian kedvelik, és hogy otthon nagyon nehéz ilyen ízeket előállítani, mert a glutamát az összekapcsolja az ízeket, és úgy harmonizálja, hogy egymáshoz simulnak az ízek. Hmm. Tehát, hogy azt kell nézni, hogy be 621 van, ugye ez a mesterséges, hát mondjuk ízfokozó, a nátrium glutamát sokszor mesterséges ízfokozónak írják. Elvileg ezt szójából gyártják, tehát mondhatnám azt, hogy nem annyira mesterséges, ez egy a glutaminsav egyik terméke. Na de függőséget alakít ki, lényegében nem? Arról van szó, hogy amikor tőlem is kérdezik, hogy Gábor, mi a gond a glutamáttal, hiszen nem okoz betegséget, egyrészt
voltak cikkek, és vannak cikkek a neten, hogy ez micsoda káros. Én igazából ennek a káros volt, tehát nem is fizikailag, hanem lelkileg és az ízvilágunkban látom. Azok a gyerekek, akik glutamátos ízeken nőnek föl, nem fogják értékelni a salátát. Nem fogják értékelni az egyszerű gyümölcsöt, az almát, unalmas. És ez megfigyelhető a társadalomban, hogy az egyszerű, régi, természetes egyszerű ízek unalmasak és nevetségesek, a felfokozott, ugye ingergazdag ízek, ezek lesznek az izgalmasak. A probléma az, hogy az agyban ez kivált egy tompaságot, ugye mert a túl erős ingerek mindig egy picit a fáradtságot, az idegek kimerülését okozhatják. Ez a gond a túl csípős és borsos ételekkel is, de a glutamáttal is, hogy én amikor iskolába elmegyek, osztályfőnöki órára is tartok előadást az egészséges táplálkozásról, akkor ilyen papírgalacsinok repülnek felém. Amikor kiejtem azt a szót, hogy salát, vagy vitamin paprika, vagy lilakáposzta. Hamburger, vagy nem tudom mit. Igen, és akkor gyakorlatilag jó, örülnek neki, de jót nevetnek, hallom ezeket a susmusokat a háttérben, hogy na hát ezt tegye az, aki akarja. Aha. Tehát nincs kultúrája, egyszerűen megváltoztak az ízek, és én ezt problémának érzem. Meg az igazi ízeket sem érzik, ugye? Tehát, hogy itt arról van szó, hogy ha túl sok cukor van az ételben, akkor nem érzed a cukor mellett a más ízeket, ha túl sok glutamát van, akkor én szeretném érezni egy salátában nem csak az öntetet, hanem mondjuk a zöldségfélék különleges ízeit. Mert a paradicsomnak is van íze, én például a paprika ízét is szeretem, hogy ott a hagyma, tehát lehet házilag is, ugye fokhagyma, hagyma, citrom, egyebekkel, citromhéj, hogyha mondjuk nem egyszeres, olyan ízfokozást elérni, ami természetes és jó. Hát ezek után kell ugye észni lenni, hogy az ember mit ad a kezébe. És amikor például egy nő nassol vagy édességet eszik, akkor boldogság? Tehát itt is az van, hogy tipikusan aki boldog, egy boldog emléket akar előhívni, és ezért nassol mondjuk sok nő, vagy eszik csokoládét? Nagy kérdés, hogyha egy ember boldogtalan, akkor vélhetően az evés nagyobb kényszerű válik számára. De én azt hiszem, hogy még egy kiegyensúlyozott és boldog ember is előhívja az emlékeket, csak számára nem válik annyira függőséggé a táplálkozás. De legtöbbször azt mondja a szakma is, akik agykémiával foglalkoznak, hogy a boldogsághormon hiánya, a boldogtalanság érzés miatt az agy előhív olyan emlékeket, szénsavas, cukrozott italok, bizonyos olyan ízfokozott ételek, amik egy 60-120 percig, tehát 1-2 óráig olyan kellemes közérzetet okoznak, ami tompítja ezt a boldogtalanság érzést. A csokoládé kifejezetten ugye egy ilyen boldogsághormon termelő élelmiszer, általában az édességek is, de van, aki nem édességet eszik, hanem sós ételeket. Van, akinek a sült hús, a sült kolbász, illetve az olyan ízfokozott ételek, amik mondjuk kifejezetten öntett porok, pizzaszószok, azokat kedveli, és azok okoznak neki örömet. Ugye az jó tudni, hogy a sültek, a pörk ízek is kiválthatnak függést. Nem véletlen, hogy az emberek annyira nem kifőzdébe jár, vagy otthon nem főtt ételt tesznek gyakran, hanem szeretik a sülteket. A sült húst, a rántott sajtot, mert a rántott sajtnak jobb íze van, mint a sima sajtnak. Ugye, mert abban a bundában az állati fehérjével együtt olyan reakciók mennek végbe, amik az idegrendszerben egy nagyon kellemes érzést váltanak. De nem feltétlenül jelenti azt, hogy mondjuk egy élményt akarnak felidézni, hanem lehet, hogy egy személyhez szeretnének így közelebb kerülni. Tehát ha például valaki elmegy kifőzdébe, akkor egy kicsit Rákóczi Ferihez akar oda söndörögni így lélekben, vagy ha cukrászdába megy, akkor ugye nyilvánvaló, hogy ízé. Igen. Jól van, mit reggeliztél ma? Hát én egy pici tegnapról maradt kis ételt fogyasztottam. Ez egy kis vegán somlói. Ennek az a lényege, hogy ez össze kell érjen a hűtőbe egy éjszakát. Tehát ez nem állott étel volt, azt gondolom. Mi van a vegán somlóiba? Kápráztass el. Hát ha esetleg marad nektek otthon egy pici kis teljesörlésű biokalács. Hát az mindig van. Hát teljesörlésű biokalács. Hát gyerekek, el nem indulok reggel egy teljesörlésű kis fonott kalács nélkül. Ne viccelj. Ez megszárad. És ha megszárad, akkor össze lehet kockázni, és egy kis vaníliás kókusztejbe megáztatod, és darádióval, házilekvárral mit teszek még hozzá, egy kis almakarikát. Te megint dőzsülsz, te most már folyamatosan dőzsülsz, komolyan mondom. Ezt megsütöm. Igen, most úgy éreztem, hogy milyen élményt akarsz felidézni, Gábor, valljál nekünk. Mi volt szükségem? Mi történt abban a gyerekszobában? Úgy érzem, hogy nagyon hasznos és jó ízű volt, egy kis banánkarikát tettem rá, datójával fogyasztottam. Valóban egy pici dőzsölés volt, de azt gondolom, hogy időnként ezt is meg lehet engedni. Banán, datója, hajhajhaj. Azért vigyázzál az magunkat. Komolyan kezdesz kirúgni a hámból. Most ebben nem volt szab, ebben nem volt köles, ugye ez egy pici hiány azért volt benne, de ez a kis biokalács ez kárpótolt. Figyelj, dős. Hát, vigyázni kell a palival, kezd el kanászodni. Ennyi, nagyon kell.
Tényleg, jövő héten már megeszik egy francia krémest egyedül. Kutya fáját, figyeljetek rá oda. Gábor, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Én köszönöm, hogy meghívtatok. Hogy itt voltál, jövő héten folytatjuk. 8:30 négy perccel jövünk a hírek után. 8:39 hello mindenkinek, jó reggelt. Az M5-ös 44-es kilométerénél Kecskemét felé mérnek, ez ZOSZ küldte nekünk. Valamint az M7-esen Pest felé vezető oldalon a 98-as kilométer után elbújva egy oktáviából szintén mérnek, Kumi Bandi üzente. Már nincs torlódás a Váci úton, a roncsot félrehúzták, Williams kapitány üzeni nekünk, valamint a felső csatári úton szintén van egy trafi. Ezt Csaba mondta, igen, ezt többen megírták, hogy a sérült autót kihúzták az út szélére, és a lezárás megszűnt. Köszönjük szépen. A nagyon jó volt a mostani elmentes övezet, tetszett, és a csecsekről jut eszembe. Igaz? Ja, igen, a csecsek és az anya tej, de valamelyik este, tegnap előtt este elkaptam az egyik ilyen tudományos csatornán egy csecset. Egy csecset, figyeljetek, létezik az a fajta fétis, amikor a felnőtt férfi ember, tehát 30, vagy 40, vagy 50, anyatejet akar inni. Nem ám. Esküszöm. Jézus. Anyatejet akar inni, de nem úgy, hogy pohárból, vagy cumiból, hanem csecsből. Tehát, hogy kell hozzá a nőimet, de várjál. És ez egy fétis, tehát, hogy ez... Így van. Így van, igen. Ez olyan, mint a lábfétés, hogy ki mire gerjed. Van, aki erre, és azt nyilatkozta a csávó, mert hogy volt ember, aki ezt bevállalta Amerikában. Várjál, ugye van igény. Ha van igény valamire, akkor ott azt elő kell állítani. Tehát volt egy nő, aki azt árulta, hogy kétféle módon lehetett az ő anyatejéhez hozzájutni, vagy rendeltél neten x dollárért, és akkor ő egy ilyen kis zacsiba elküldte, de van egy jobb, ez működik a $300 közötti egy fél óra, tehát azért megkéri az árát. Amikor te elmész hozzá... Ne! Jézusom! Elmész hozzá, mondani. Következő játékszabály, nincs tipi-tapi. Semmi? Semmi, viszont a szád csatlakozik a nő melléhez, és... De nincs a nőnek, honnan van tejet? Ez nem egy gyerek. Hát, igen. Gyerek van hozzá, gyerek folyamatosan is. Azért csinál magának gyereket, hogy legyen teje, és ő utána ebből él. Hogy honnan van teje? Hát ez szerintem biztos, hogy otthon van, csak nem annyi a felvevő képessége a bébinek. Így van, tehát felkapaszkodsz rá, és fél óra. Igen, anya előveszi az izéket, a cickókat, hátra kell tenni a kezed, rá. Már inkább oda fekszel mellé, nem? Nem. Felkapaszkodás helyett. Ja, hát jó, hogy nyilván úgy, hogy... És a nő ül, és egy mit tudom én, 100 kilós feka belefekszik az ölébe, és a nő megszoptatja. És megszoptatja. Jézus Isten. Megszoptatja, és azt mondja, hogy ez maga a boldogság, maga a nyugalom érzése. Már kimondja. Mind a kettő. Ja, mind a kettő. Mind a kettő, tehát a nő is azt mondja, hogy neki is nagyon jó. A férje elhagyta, az viszonylag érthető, tehát hogy férfiak jönnek a feleségethez. Hát nézd, fél óránként valaki becsönget, hogy ne arra, hogy jöttem szopni. Azért értem. Ugye, és utána végignézed, hogy a nappaliban a feleséged eleget tesz ennek a kérésnek. Na most hát, igen. Valószínűleg én is elválnék. Egy idő az ajtót, ott áll egy izét, egy 1,90-es, 130 kilós harlemi gangsta, a kapucnisba, és akkor nézzél. Gyere, tesó, adj egy ötös. Addig kiteregetek, érezd magad otthon. A csecseket megismered. Na. Hát ha belegondoltok, hogy ugye Bálinton Csúly 6 éves koráig szoptatta a lányát, ha jól tudom. Ugye szerintem csak 5,5. Vagy 5,5. Ugye, mert hogy folyamatosan termelődik, hogyha igény van rá. Úgyhogy itt is van, azt hiszem, 2 éves gyerek. Hát, hogy irgalmatlan vákum volt a kicsibe, és nem tudta letépni. Egy 1300-as roventa volt. Igen, addig csüngött. Úgyhogy van, létezik ez a csecs és tejfüggőség, ami Jánosnál is van. Én ebből nagyon durvát láttam, szintén nem ezen a csatornán még évekkel ezelőtt, az arról szól, hogy felnőtt nők és férfiak pelenkáztatják magukat, és ez is egy létező fétis. Tehát, hogy vannak ilyen fajta ferdülések, és ott arról szólt, hogy emberek 40-50-60 évesen bepelenkázzák egymást, és hát ez nekik ugye egyfajta kielőgülést okoz, ennek megvan az orvosi szakzsargonban ugye magának a betegségnek a neve. Bele is pisil? Igen, és akkor az okoz egyfajta kielégülést, hogy pelenkáztatod magad. Hát szerintem egyébként nem is gondoljuk, még nem is sejtjük, hogy az emberi léleknek hányféle olyan torzulása van, ami ugye, hát nyilván mi azt mondjuk, hogy nem normális, de hát most ki az, aki ezt eldönti, hogy mi az a normális és mi nem. Hát de nem lehet, hogy itt az új pelenkákhoz vonzódik? Tehát, hogy volt nagyon kellemetlen élményei a vászon mosható pelenkákkal kapcsolatban. Gyerekkorában a mama nem öblítette ki őket normálisan, kicsit kemény volt, kicsit horzsolt, és most azt az élményt próbálja meg. Valami beragadt.
Ott a megtisztulás érzése azért benne van. Igen, az beragad néha, de... Becsinálsz magad alá, és akkor ahogy tisztába tesznek, ott valószínűleg az olyan nagy érzés, igen. Nem? Na, hát igen, de vannak olyan élmények, amiket csak azért nem akarsz átélni, hogy ugye meglegyen ez a tisztaság élmény. Tehát, hogy, mert hogy előtte van valami más is, ami még nem annyira... Kérdezik, hogy te látod, hogy meg is bűfisztetik utána? Tehát, hogy ez benne volt ebben a dokuban? Hogy nem, az engem visszajött, vagy 3,5 liter a életbe, és itt van egy, hát itt van valami, várj, Jézusom, miért? Nézd a kicsi, nézd a kicsi, hogy bukik, jaj, a kicsi bukik, adjunk neki egy kis ablekötőt, vagy egy kis sűrítőt, igen, valamit. Van az extra 50 dollárért, amikor becélozza, és belespriccel. Ne, ezt most sem mondod. Halál komolyan. Mi van? Ne. Esküszöm. Ne, Jézusom. Esküszöm, így fejte magát a nő, és akkor egy olyan 15 centi. Egyébként milyen műsorokat nézem, miért nem alszol inkább? És én mindig, amikor mondom, hogy nézd meg a Breaking Bad-et, vagy nézd meg a Homeland-et, akkor azt mondod, hagyjalak a sorozatokkal, ahelyett leülsz, hát és megnézed egy ilyen fétises műsor. Ha leülsz és megnézed a Breaking Bad 3 évadát, sokkal jobban járnál, mint egy ilyen csecsbelövős, 50-es fekák szórnak egy nő tejet, hát ezek után nem tudnék aludni. Hát nézzél meg Homeland-et. Álságos vagy egyébként. Hát ilyet nem nézek. Picit azért, de hogy nem. Tehát, hogy egy picit álságos, hogy én emlékszem arra az esetre. Ugye Feri most elmondta ezt a szájba spriceléses történetet, hogy hoztad ezt a műfelháborodást. Amikor annak idején a Demi Moore-ról volt szó, aki egy szórakozó helyen felállt az asztalra, és a teljes melleiből spriccelte a haverjait, de akkor azt mondtad, hogy yes, ez az, megy direkt király. Hát a kettő nem ugyanaz. Tehát miért? A kettő nem ugyanaz, tehát én nő vagyok. És az a Demi Moore öcsém. Nem ezt mondom, itt nekem az a szörnyű, nem az a kis spriccel, az a szörnyű, hogy 50 évesen te még hajlandó vagy felkapaszkodni egy női merre, alja tejet szopni. Tehát engem nem az zavar, hogy a nő spricceli, mert a Demi Moore is fölállt, és azt mondta, gyerekek, tejfokasztó buli van, hey, hadd szólj. És ja, meg, bárpultan, ja, és meg tennél az esetnél csak 35 voltál, de te lettél volna az első, aki tapostál volna le mindenkit, hogy közelebb érjél a sugárhoz. De most érted, de az, hogy én utazzak Oklahomából, Arizonába, nem tudom hány, fölkapaszkodjak egy nőre, és 50 évesen anyatejet igyak, hát ez és plusz 30 dolcsért belövessem, hát ezért ez ebben így van. Vagy. De komolyan mondom, nézzél a sorozatokat. Hát ilyen után csodálkozol, hogy nem álmatlanul hánykolódsz, és nem tudsz aludni. Nem, én nagyon jól alszom ezután, csak megnézem, hogy a világban milyen torzulások ferdülések. Az ember azért érzi, azt mert rájön, hogy azért ő mag egészséges. Tehát ezek az a torzulásokhoz képest könyörgöm, minden rendben van. Jó az életem. A deviánciáink, ezek természetes semmi. Igények ezekhez képest. De te is nézed, Anna? Nem láttam, de nagyon izgalmasnak tűnik. Egyébként ti szopizhatok. Viszont éltél ebből. Nem. Kis keresett kiegészítés. Ti szopizhatok egyébként, mert régen voltak ugye a szoptatós dajkák. Mi a fene? Na most, hogy aki szoptatós dajka volt, annak nem feltétlenül volt ugye gyereke. Igen, hát voltak a tejtestvérek, akiket ugyanaz a dajka szoptatta. Megindul a tej. Tehát, hogyha szépen mész este és szopizni kezdesz, akkor egy idő után Vikinek elindul a tejtermelése. Hát neked ki is kell a próbálni. Jani. Egy hónapot kapsz rá, hogy megindítsd. Tessék, nézd, elindul. De ezt áfolnom kell. Igen. Ezzel a vonalon érzi, nagyon rajta vagyok. Jani nem egy 1300-as, vagy 1800-as Roventa, egy rohadt vákumporszívó. Aki nálam többet fakasztott, hazud. És mi van, mégsem? De a Mónika meghazudta a természettörvényeit, nem? Jó, most átálltam arra, hogy mostanában a madártejet lefetyelek a köldökéből. Egyszerű. Igen. És tükör, ez az új fétisem. Igen. Atya Isten. Hát ez kemény. Ezt próbáljátok ki, hát hallják. Vannak ilyen típusú műsorok, igen, az ilyen az ózonon, meg ilyenem, meg ilyen, igen, ez ilyen egy betegség, meleg amivel fiú, élünk, meg nem tudom. Igen, egy meleg fiú, meg egy ilyen nagyon műnő vezeti a dolgot, és az összes ilyen aberrált hülyeséget összeszedik, úgyhogy van még a tarsolyban, nagyon komoly dolgok vannak benne. Na jó, nézd meg minden nap egyet, és akkor mesélj. Ahelyett, hogy mondom, Homeland-et nézd. Hát az tényleg a Homeland-et. Én meg már mesélek majd a Spektrumról dolgokat. Akkor bazárok. Hármas ugrás, játszunk már is valakivel. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggel. Halló, sziasztok. Szia. Luizi vagyok, Belecsújfaluból. Hello, Luizi. Luizi, mit csinálsz ott? Hát én most jelenleg itthon vagyok. Na, hogy? Hát itthon dolgozom, fogalmazunk így. Ja, mondhatjuk, hogy mit csinálsz? Mert mezőgazdaság. Mezőgazdaság. Igen, azért vagyok itthon, így van. Aha. De hogy kimész a kertbe, és van 6 hektár szántóföld, vagy hogy lehet otthon dolgozni? Hát attól több, hát van itthon is kert, illetve van nagyban terület, és úgy. Aha, én őstermelő vagy? Vagy valami hasonló? Aha, őstermelő. És milyen növényeket? Búza. Búza, jó. Most jelen pillanatban, igen.
ez jó? Jó, hát jó, de nem csak gondoltál, hogy nyilván te tudod, hogy mi terem a hátsó udvarban, nem úgy, mint farkas. Ja, hát a kiskertben meg nyilván saját fogyasztásra, ugye, amit... Jaj, de jó, hát az a legjobb. Krumpli, stb. Uh-huh. Az igazi bio. És hétfőn töltöd a 38-at? Ez pontosan így van. Reggel 6 órakor. Mm. Ó, Isten éltesen elő is. Köszönjük szépen. Lassan te is közelebb vagy az 50-hez, mint a 30-hoz. Fogy már békén, szegény, csak játszani szeretne. Semmi gond, gyűlik a gyertya, még van. Csak mondom, hogy még 3 éves közelebb vagy az 50-hez, mint a 30-hez. Ezzel én valamelyik nap szembesültem, és kicsit így lezsibbadtam, így le kellett ülnöm, hogy úristen. Tehát úristen, néhány év, és közelebb vagyok. Luizi mindjárt közelebb van az 50-hez, mint a 30-hez. Nem, csak ezt így hirtelen kimondtam magamnak, hogy úristen, elérkezik nem sokára az, hogy közelebb leszek az 50-hez, mint a 30-hoz, és így egy pillanatra megrémültem. Vége mindennek. Hát na jó, nem, csak úgy, hogy egy melbevágott a felismerés. Új távlatok, igen. Hirtelen szorongani kezdtem, halálfélelmem lett, leizzadtam, és aztán próbáltam vissza. Nézd a dolog jó oldalát, nem sokára ingyen utazhatsz a metró. Na jó, igen. Oké, na, új ajándékaink vannak, és mondom is, hogy mi, mert a hármasugrás ajándékcsomag megváltozott. Az első ajándék az mindig egy Klassz FM-es passztartó lesz, baromi jól néz ki, nagyon sokan ugye használják ezt, ez egy ilyen nyakba akasztó, ugye vannak már ezek a beléptető-kiléptető kártyák, ezt lehet beletenni. Hát a kis gazdaságodban mondjuk a meccőolót rátod. Igen, de rá lehet akasztani dolgokat, nagyon praktikus. Morning Show egér alá tét, ez marad, de megváltozott, újra brandingelt, baromi jól néz ki, ez ugye a kettes kérdés után. És a hármas... Na de most kapaszkodj meg! Na most! Igazából na, látni kell, föl tudjuk majd tenni a honlapra, vagy a Facebookra, vagy valahol egy fotót róla, föltesszük előbb-utóbb, jó? Ez egy Morning Show-s óra, ami baromi jól néz ki, mert úgy néz ki, mintha egy konzerv lenne, és a konzervnek a tetejét majd minden hallgatónak, aki megnyeri, kell kinyitni, és ahogy kinyitod a konzerv tetejét, ott jelenik meg maga az óra, ugye? És az egész Morning Show-s Klassz FM-es baromi jól néz tényleg, ki. Na, azt irigylem tőletek. Lerakod az asztalra, egy megnyitott konzervnek néz ki, de ha kicsit jobban megnézed, akkor belül pedig ott van az óra. Szenzációs. És sokkal jobb illata, mint az olajos halnak. Igen. Hogy dedikálni ebből mit tudunk, azt nem tudom, szerintem az egér alá tétett egyedül, tehát nem ígérünk olyat, hogy a Morning Show-ra dedikálva lesz és a passztartó, mert ezeket nem lehet, mert nem olyan anyagból vannak, az egér alá tétet aláírjuk, az órát megnézzük, jó? Elméletileg a konzervdobozra lehet. Megnézzük, hogy lehet-e. Megnézzük, de egyébként messze, tényleg hosszú időt volt a legtrendibb és nagyon a legcsecsébb kis ajándékcsomag. Marhajok az ajándékok. A bögre átkerült az Óven bácsi Berunéni ajándékba, illetve a Fekete Fér igenembe visszajött a bögre, tehát lehet újra új Klassz FM-es Morning Show-s bögrét nyerni, viszont Morning Show-ra csak itt a hármasugrásban. Jövünk fel, de ennek megfelelően természetesen a hármasugrásnak a kérdéseit megnehezítettem. Felkészültél? Így van, fel vagyok készülve. Na figyelj, Luizi, így szól az első kérdés dedikált passztartóért. Ha alá tudjuk írni, ez még ott opcionális, jó? Jó. Mondom. Köszönöm. Szívesen. Hány éjszakán átmesél Seherezádé a legismertebb arab mesegyűjteményben? 1001. Így is van. Mehetünk tovább? Mehetünk. Így szól a második kérdés egéralátétért, vadonatúj Morning Show-s egéralátétért. Melyik film nyerte idén a legjobb filmnek járó Oscar díjat? A 12 év rabszolgassága, ha jól mondom. Úgy, de jó. Jó vagy. Jó vagy. Na most kell agyalnod, hogy tovább mennyire, vagy megérékszel az első két ajándékban. Morning Show-s óra. Nehéz kérdés, nehéz a döntés. Nem tudom, milyen téma körül azt esetleg megkérdezhetem. Művészettörténet. Ugye? Így van, az a mellős képzőművészet. Te lehetsz az első, akinek van letéphető tetejű Morning Show-s órája. De meg is állhat és elviszed. Megpróbálom. Mert lehet, hogy elbukod. Az lehet, csináld de lehet, meg, hogy mennyire. Okay. Így szól a harmadik kérdés, dedikált Morning Show-s óráért. A dedikált, opcionális, holnapra már eldől. Melyik magyar festő műve a Síralomház című kép? Húha. Nagyon híres festő, nagyon híres képe. Hát, ami hírta legelsőre, Munkácsi. Igen! Olyan régóta próbálkozom, nem mindig erről a számról, próbáltam már naphallgatója is lenni, minden nap az vagyok egyébként nyeremény nélkül, mert hallgatlak benneteket,
De most, hogy jaj, hogy össze is jött, hát ez maga, nem is tudom, mit mondjak, jaj. Nagyon örülök, komolyan. Na, hát ezért csináljuk. A könnyem is kicsordult. Jaj. Most már jól lesz a napom, az biztos. Ezt jó hallgatni. Levegőt, vizet. Luizi, küldjük az ajándékcsomagot. Jaj, nagyon szépen köszönöm, és nagyon kellemes napot nektek. Csáó. Köszönöm, hogy minden nap ilyen jó kedvelt. Tesszük a dolgunkat, ezért élünk, fölkelünk, itt vagyunk, csináljuk. Hú. Nem? Ez a feladatunk. Ez így van. Nem kérünk ezért. És ahogy örülsz, ezt le fogom menteni magamnak csengő hangon. Hosszú évek keresztül hallottam ezt a szóját. Alig kapuk levegőt. Jani is leízett, igen. Luizi, köszi, ciao. Köszönöm szépen. Sziasztok. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 9 óra múlt 2 perccel jövünk a hírek után. 9 óra múlt 19 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Feri, hello, Jani, itt vagyunk. Hello. Sziasztok! Jó reggelt. Baleset a 4-esen Nyíregyháza Újfehértó között. Ezt kaptuk SMS-ben. Gyomándrődön a lottózó előtt Rafi. Ha valaki kiszáguld a lottozóból, akkor esetleg fizessen. Kali küldte nekünk M30-as 26-os kilométer trafipax a lehajtónál a behajtó után. Bravo, írja Bandi. És ez M6-oson Paksnál a Pécs felé vezető oldalon szintén van egy trafi. Ezt Jaki küldte nekünk. Köszönjük szépen. Elindultam megnézni egyébként az új ajándékcsomagunkat. Na, a szélsznek még zár volt az ajta, és nem akartam kiprovokálni, hogy meginduljon felém az új biztonsági őrű. Szép darab. De lesz róla kép. Csinálok róla, szerzünk. Így van. Le akartad fotózni az órát? Igen, igen, hogy felmenjen a Facebook oldal, és akkor mindenki meg tudja nézni, meg tudja csodálni, meg tudja gusztálni, és elindulhasson a nyál elválasztása, és az a meg akarom szerezni az enyém, az én kincem, drága szágom reakció, ami egyébként mindenkiből ki fog törni. Én akarom. Igen, egyébként tényleg baromi jól néz ki, egy konzerves doboz föltépve, félig óra, félig konzerves doboz, nagyon jó ötlet, egy pici kis apróság, de egy nagyon-nagyon jó ötlet. Ma torkos csütörtök van, gyerekek? Bizonyán. Tényleg? Komolyan? Féláros. Bizony. Hoppá, mert ugye hát a Méta utcában minden nap torkos csütörtök, de most ugye, most máshogy van torkos csütörtök. És akkor mi történik? Ellepik az emberek az éttermeket, és egy csomó helyen féláron esznek? Ugye? Hát nálam minden nap ez van. Hát jó, tehát minden... Torkos, minden nap torkos valami. De ez egy jó kezdeményezés. 50%-os, és szerintem az éttermek nagy többsége, aki beszállt ebbe a buliba, bár nem tudom pontosan egyébként, hogy kell a dolgot, tehát hogy neked kell jelentkezni. Tehát akkor ti még nem ezek szerint nem kis tudtunk, még nem tudtunk, de már mindent megtettük tegnap óta, de még kicsit lassan őrülnek a malmok. És akkor az van, hogy bemész, bejelentkezel, érdemes foglalni, mindenki azt mondja, ilyenkor, hogyha valahol menni akarsz, és akkor 50%-on eszel. Tök jó. Nagyon jó. Ez egy jó ötlet. És ez egy hónapban egyszer van, vagy ez szezononként, a tavasz, ugye valahogy így? Szezonos. Azt hiszem szezononként, ez nem minden hónap csütörtökén van, hanem van, ugye, talán kettő vagy három. Van, de ez egy nagyon jó kezdeményezés. Mint ahogy az is nagyon jó kezdeményezés volt, és megmondom őszintén, hogy én most nagyon ki vagyok erre hegyezve. Szerintem a neten valószínűleg megtalálom azoknak a presszóknak, mindenféle vendéglátói egységeknek a listáját, ahol be lehet ugye dobni ilyen kis kávépénzt, meg fagyipénzt, meg ilyesmit azoknak, akik később betérnek, és mondjuk nincsen náluk lóvé. Tehát innának egy kávét, de nem tudnak. És elindult ez a kezdeményezés ugye tavaly, aztán valahogy egy picit így lecsengett. Mi volt ennek a neve? Ez a veszek neked egy kávét, vagy veszek nincs neked... Pontos, igen. Mi volt? Tudod? Ismeritek ezt a... De mindannyian tudjuk egyébként, hogy miről van szó, csak hirtelen beugrott, azért nem is tudom rá. Igen, tudom, ez a... Plusz egy kávé, nem? Igen, ez a bizalmi kávé, vagy mi volt ez? Vagy ez a... Mindjárt megírja valamelyik nálunk okosabb, vagy egy jobb emlékező tehetséggel rendelkező hallgató. És akkor láttam egy anyagot valamelyik nap a tévében, hogy ez egyik ilyen fagyisnál mondták, hogy tavaly nyáron nagyon sokan jöttek be, hogy éljenek a lehetőséggel, de most már egy kicsit, most egy kicsit kevesebb, most megcsappant. Aztán így nem valahogy nem állt össze senkinek a fejében, mondja neki, hogy van. Érted, ugye? de jó. De maga a kezdeményezés szerintem tök jó. Tegnap voltam, itt az Oktogonnál egy nagyon kedves helyen, egy nagyon jó kis cukrászda van ott is, és akkor figyeltem, hogy hát, ha be tudok dobni valakinek egy kis krémes pénzt, ha esetleg beugrana, vagy ilyesmi, de azt nem sikerült. Azt hogy hagyott-e valaki ott aprót, hogy tudjál inni kávét. Tényleg. Legyünk őszinték, azért ezt figyelted. Adj egy kávét ajándékban, nézted, hogy lehet-e pénzt dobni, francokat nézted, hogy hagyott-e ott valakit, hogy esetleg áruába, vagy baseball sapkába tudjál inni egy kávét. Három csokis után be tudjak nyomni még egy jó kis pénzt. Ez külföldre indult, ez egy jó ötlet volt egyébként, ugye ez egy külföldi kezdeményezés, kávézókba, ugye a saját fogyasztásod mellett adsz pénzt, és akkor egyet többet otthagysz valakinek. Ez tök jó.
Hát kérdés, hogy ez a magyar mentalitással egyrészt mennyire áll meg? Tehát az, amit én ott hagyok egy ilyen bizalmi kávéra, azt a pincér mennyire adja ki utána a bizalmi kávéra, vagy mennyire teszi el, vagy egyáltalán működik-e? Valamiért meghalt, tehát valamiért ez most jelen pillanatban nem működik. Meg a befogadással van baj, hogy bemész vajon hajléktalanként egy helyre, vagy szegény emberként egy helyre, és megkérdezed, hogy jó napot kívánok, nincs véletlenül kifizetve egy kávé, mert megint nem. Igen, ez a felfüggesztett kávé. De azzal szerintem nincs baj, hogy bemész, ha ez egy már egy bevett rendszer lenne, aha, akkor ezzel szerintem nincs baj, hogy valaki hogy bemegy. Valószínűleg szégyellik, tudod, hogy neki nincs pénze egy kávéra. Hát, nem? Persze, de hogy ugyanakkor meg ez egy jó dolog. Ja, nem is kérsz egy felfüggesztett kávét, csak kidönti el, hogy neked jár-e vagy nem. Meg hányan mennének úgy oda, hogy egyébként nem jár, csak megpróbálnak egy kicsit tarhálni. Érdekes, hogy egyébként nem lett ez belőle, amiről most is beszéltek, vagy amitől egyébként sokan úgymond tartottak idézelbe, hogy akkor most sor fognak állni, akkor megynek oda majd a potyázók. Tehát olyan szépen lassan így beindulgatott a dolog, de hogy nem lettek ilyen presszóra járók, akik mindig így reggel bementek, elolvastak az újságot, és akkor így spóroltak, hogy meláttak, hogy benne. Igen, de itt nem csak arról van, hogy hajléktalanok, tehát szerintem a magyar értelmezőben kicsit ez volt, tehát itt rászorulók, kis nyugdíjasok, sok gyerekesek, tehát az, aki mondjuk egyébként nem menne be meginni egy kapucsinót, tehát azért itt nem arról van szó, hogy homeless-ek bemennek, és akkor kikönnyörök neked egy kávét, és gyorsan odaadod, hogy meneküljél. Tehát mindenki, aki tulajdonképpen rászorul, de tudjátok, én erről mit mondok, hogy mindig lesz nektek egy felfüggesztett Maserati. Jó? Tehát ugye... Csak nagyon fő van függesztve. Tehát mindig lesz. Ha elmegyek vásárolni, hagyok ott nektek. Jó? Kérdezzétek meg, hogy lesz ott egy próbakör. Lesz ott egy próbakörös. Ja, egy próbakörre. Jó, egy felfüggesztett. Abszolút. Ez a Bali nem hagyott itt egy 458 itáliát felfüggesztett. Hova mész ma? Mész valahova vásárolni? De apróságot is tök mindegy. Patikában lesz felfüggesztve neked gyógyszer. Nagyon jó. Bocsánat, a Bali nem hagyott itt nekem egy... Mert gyere, utána megyek patikába a gyereknek valami. De nem többször volt egyébként olyan, hogy ilyen drogirákban utánam kiabáltak, hogy Jani, Balázs felfüggesztve itt hagyott neked néhány tégely vaxot, meg forró gyantát. Hallod? Nem viszed? De mondtam, hogy nem, hát most per pillanat nem élek veled, de hogy egyébként köszi. De mire gondolsz, hogy azért kérdezed, hogy ha hagyjak ott valamit, igen, ha felfüggesztve? Igen, bemennék utánad, és azt mondom, hogy bocsánat. Hagyhatok ott neked valamit felfüggesztve. Jó, elmegyek ma 10:30-kor, menj be a büfében 10:40-kor. Jó. Jó? Jó. Na, kapsz valamit felfüggesztve. Jó. Jó. Csak hát te haddig szellőztetnek, akkor lehet, hogy késő. Hogy már késve érkezett. De hallod, most felfüggesztek. Jó, 10:40-kor a vendégem, vagy nem mondom meg, hogy mire. Jó, nem mondom meg, hogy mire. Ma 10:40-kor menj be a büfébe, felfüggesztett valamit. Mondd, hogy Bali hagyott itt nekem valamit felfüggesztve. Egy felfüggesztett. Te jó, hogy végre itt vagy, Feriban. Nem mertek így látom. Jó, ma megkapod. Én 10:30-kor elmegyek, mert 11-kor van egy meccsem. Tehát én 10:40-kor létsz, és fáradj be a büfébe. Jó, ma kapsz tőlem valamit felfüggesztve. Jó. Még nem tudom mit, de majd valamit kitalálod. Jó. De szeretettel fogom adni. Azt gondolom. Szeretettel fogom adni. Jó? Tessék elfogyasztani. Jó? Valamit a büféből. Tessék elfogyasztani. Jó? Tíz óra 40-kor fáradjál be, légy szíves. Jó, jössz félbe, alig tudtam. Annyit kérek, 10:40. Jó? Annyira felfüggesztem neked, hogy az valami elképesztő. Hallod, itt volt a Balázs. Na. Tele traktár célhajóval. Figyelj, viszont valamiről akarok beszélni, te jártál régen gyúrótermekbe. Igen. Az egyik internetes portálon írják, hogy... Szerettem, ha megaláznak. Én edzettem veled, hát emlékszem, hogy egyfajta pszichotikus állapotba kerültél, az edzőterem elején elbúcsúztunk, és a végén beszéltünk újra, mert hozzád nem lehetett szólni. Én röhögni jártam konditeremben, te viszont tényleg edzeni. Igen, fizettem a jegyért. Azt hittem, kicsit dubálunk, haverkodunk, nem, te nekiálltál négy ütemű fekvőtávozni, én kettőt fekvenyomtam, majd ott hagytalak, mert uncsi volt, tehát te tényleg edzettél, úgyhogy abba is hagytam. Viszont az egyik internetes portál írja, hogy elvileg be lehet kamerázni a konditerem öltözőjét. És ugye ez egy megállapodás kérdése, hogy ezt előre szólnak-e, vagy nem, csak kérdezem én, hogy te jártál olyan gyúróterembe, ahol bekamerázzák, hogy például egy női öltözőt bekameráznak, hogy azért az különböző kérdéseket vet föl, hogy én értem, hogy a konditerem az értékeimet akarja védeni, de egy bekamerázott öltözőben mondjuk nőként átöltözik, de még egyébként paliként se jó érzés, ha ott van három darab kamera, hogy ezzel te egyetértesz, hogy kamerázzák be az öltözőket? Ez a baj, hogy nem elég olyanba jártam, ahol be volt kamerázva. És lopnak, ahol nincs bekamerázva? Igen, sajnos ez a baj, hogy egy csomó helyen
ki van írva, ez nyilván nem a helynek a hibája, de tök jó lenne, hogyha mindenhol megoldanák, hogy legyen bent kamerarendszer, igenis azért, mert nagyon sok én azt tapasztaltam, hogy ki van írva szépen az ajtóra, hogy az itt tárolt, vagy a szekrényben hagyott értékekért felelősséget nem válunk. Nyilván miért van ez? Azért, mert ugye nem tudnak folyamatos ellenőrzést biztosítani az öltözőben, csak kint ugye vannak a pultnál általában, bemegy valaki, fölnyomja, elviszi belőle a telefonodat, a kulcsodat, a nem tudom mit, az autókulcsot, lakáskulcsot, stb., vagy egy pár cipőt, hát akkor onnantól kezdve milyen jó érzés lehet. Jössz befelé a vizébe, az öltözőbe, szépen le vagy izzadva, kint a szekrényt, és nincsen bent a pár cipőd. Na de közben akkor te ott nőként átöltözöl a kamera előtt, vagy akár férfiként? De jó, hát ugye, én maximálisan férfiként. Nem értem, hogy miért nem nőként öltözöl át, tehát ez számomra teljesen értetetlen. Jó, de te egy kicsit oda is fordulsz a kamera felé, megpróbálod. Várj, és akkor levetkőzik egy nő, és akkor ez mondjuk be van kötve a rendőrségre, akkor ott ezt mondjuk valaki visszanéz, vagy csak bűneset alapján nézetik vissza, igen, mondjuk szemtanúkat, amikor eltűnik valami. Az a baj, hogy magadból indulsz ki, hogy te visszanéznéd, de alapvetően nyilván nem szabad visszanézniük. Vagy nem szabad ott, tehát ez nem így megy, mint ahogy hívják be az egészséges erotikában, hogy kérem a kefirem, és akkor beülnek, de a TSZ elnökkel, és akkor hogy mindenki nézi a mozit. Tehát, hogy ennek azért van egy nagyon pozitív mozdulata is ennek a dolognak, hogy de én valahogy nem óvni az értékeket. Valahogy nem öltöznék át nyugodtan, igen, amikor ott melyet? Kamera van. Tessék? Mit szégyelsz? Nem, hát nem honnan tudod, hogy szégyellem. Mi van, ha nem akarlak elijeszteni? Így van, nem. Rácsom a kamera tetejére. Nem akarom, hogy félték egy legyen. Jézus Isten. Mi van? Mi az? Igen. Úristen, mi van? Hello. Ja, megint Balázs öltözik, egy kataton szemmel valaki ül a monitor előtt. És akkor szólnak nekem, akadni te nem, vagy elnézést, uram, vagy felhívjuk a figyelmet, hogy rajta ezt van a jegyem, vagy tehát ki van persze írva, hogy kamerával aha őrzött terület. Pontosan, így van. Pontosan így van, hogyha te adott esetben nem szeretnéd megvillantani a csúnyámat. Így van, a parancsnoki oldal fegyveredet, akkor... A kis marsalbotom van. Bizony, hát kis. A kis vermaksis. Ez nem egy marsalbot, hanem ez egy elefánt ösztöke. Jó, nem szeretném megmutatni Nelson admirális. Igen, így van. A menhíredet. Akkor mi van például? Hát csak a csajok ilyenkor átvonulnak. És a csajok átvonulnak a mosdóba, ahol például nincs, mert szerintem egy nő nem öltözik át szeretettel. A csajok tudnak egyrészt úgy öltözködni, hogy azért látunk már strandon is számtalanszor ilyet, hogy felvesz magára egy törölközőt, és úgy veszi le magáról mondjuk a fürdőruhát, hogy zégülen most semmit nem látsz. Tehát, hogy nekik megvan a maguk technikája, de egyébként ilyenkor tényleg az van, hogy most melyik ujjadba harapsz. Hogy vállalod azt, hogy adott esetben kivillan a melled, és esetleg valaki ránéz arra az ipari kamerára, aha, és akkor kiderül. Vagy elviszik mindenet. Vagy pedig elviszik mindenet. A másik meg az, hogy nem feltétlenül kell, hogy ott legyen egy folyamatos kapcsolat, tehát egy monitor, amin mindig minden látszik. Elég az, hogyha ha mondjuk rögzítik ezt a felvételt, és ha esetleg valaki bejelent egy ilyen lopást, akkor visszanézik a felvételt, és akkor kiderül, hogy ki volt az. Uh-huh. És mi a garancia, hogy ezt nem kukkolja senki? Tehát, hogy a te kis vangodat nem nézik ott meg mondjuk valamilyen rendőrösön, hogy ül ott két főtörzs, és nyitja ki a kamerát, és nézi meg, hogy na nézzük, hogy öltözött olyan, és a kis akkurátus törölközésedet, a kis pöpölőddel ott közben megnézik. Az a baj, hogy én ilyen magamutogató alkat vagyok, és ilyen valószínűleg táncolnál is nekik. És egy időt már szóval azért nem néznék, mert mindig én megy. Tehát az akkor igen, látnák, hogy te jössz öltözni. De nem vagy szégyellős? Vagy te egy simán? Nem. Tudod, hogy kamera van, te simán elmész zuhanyozni, visszajössz zuhanyozni. Engem halálosan nem érdekel. Igen? Tehát csajok ebben. Téged nem, de őket igen. Tehát, hogy nyilván örülök neki, hogyha mondjuk így a zuhany rózsák így el vannak választva egymástól mondjuk egy ilyen fallal, de amúgy meg nem vagyok szégyellős, tehát hogy nem zavar ez. Mi van, egyszer kikerülne rólad egy mesztelen felvétel, hogy ott öltözel egy konditerem, azért ez biztos zavarna, nem? Hát akkor valahogy nem tudná, meg a konditerem nem vállalna felelősséget, nem tudnák, hogy került, a rendőrség nem mondana semmit, de valahogy egyszer csak ott lenne, mint régen egy-két ilyen home videó, ugye, hát azért vannak olyan celebritások, akikről ugye kiderült, meg láttunk egy-két érdekességet, hogy ott jössz. Hát bízom benne, hogy elkezdenék követelni, hogy legyen saját postafiók. van valami különleges rituál, mint ami mesztelenül fölfekszel az öltözőpadra háttal, és úgy törlöd át a hátadat, hogy kicsit fekszel közben a padon, vagy vagy angol spárgába mész, és úgy törlöd át a hajlataidat. Tehát van ilyen? Vagy csak simán dögunalmasan megtörölközöl és fölöltözöl? Jó kérdés, mert szerintem egyébként
Egyébként van ilyen. Hát figyelj, azt az alaposságot, amit most azon gondolom, hogy mi az a tipikus rituálé, ami csak tudom, utoljára veszed fel az alsógatyát, tehát már rajtad van a kabát, de még alul nincsen semmi, rajtad van a sapka, de fönn van a hátizsákod, de te szereted. Ugrálok. Mit csinálsz? Ugrálok fél lábom. Ugrálsz fél lábom? Igen, hogy kijön a fülemből a víz, mert félek tőle, hogy ilyen középfülgyújtáson lesz. Igen, általában így. És az szerintem az elég mókás. Nagyon komoly kis pénzösszeget kifizetnék. Hogyha alátezik például a kacsatáncnak a zenéjét, szerintem az egész jó. Ilyenkor egyébként mi van? Tehát figyelik a szekrényeket, de hagynak egy külön részt, ahol te átöltözhetsz intim szféraként, vagy az egész öltözött bekamerázzák? Mert ugye az van, hogy én mondjuk nő vagyok, na, a szekrényt figyelik, arrébb tudok menni, akkor fölöltözöm ott, de az egész öltözött miért kell bekamerázni? Hát nem kell, csak a szekrényeket kamerázzák. Szerint a szekrény sort. A szekrény sort magát. És akkor kiveszed a cuccodat, az összes ízével lóg, így szállalmasan egy zokni, meg a cipőd, odamész, egy már ott átöltözöl, aztán vissza. De hát csak a fehérneműről van szó, meg a törölközőről. Meg lehet ezt oldani, nem olyan nagy probléma ez. Megmondom, tehát, hogy ugyanakkor meg nem feltétlenül kell bekamerázni mindent, mert a legtöbb ilyen jobb, mondjuk úgy jobb konditeremben vannak ilyen értékmegőrzők. Uh-huh. Tehát, hogy ott a pultnál szépen le tudod adni a mobiltelefonodat, a pénztárcádat, stb. Jobb helyeken még zárható külön kis szekrénykék is vannak. Egyébként meg mit tudom én, a fakkokra osztva is sépen betologatják, és akkor minden egyes, ahonnan a kulcsot kiveszi, ott van egy fak, ahol beteszi az értékeidet. De tehát, kicsit hajtasz erre, hogy lefotózz, vagy levideózzon meg, és kikerüljön, ugye? Tehát a VV-be a mesztelen zuhanyzó bajnok lennél. Tehát, hogy ha én is ott helikoptereznék az Aurélió mellett. Jó ideje, beszállok. Gyuros Jóri, és ex-Gyuros Jani. Mi van téled, nézed őket? Szoktam. Igen? Persze. Rácsavarodtál? Iszonyat retek. Van benne olyan, ami jó, meg tetszik. Én azért picit hiányolom a Józsit, mert hát azért nem tudom ki ő egy jelens, egy gyúros Józsi. Ő kiesett? Igen, Békés Csaba hőse most. Ő magától. Mondta be az ugalmast, azt mondta, hogy annyira hiányzik már neki a szolizás, a fekvenyomás, és nem utolsó sorban a barátnője, hogy tök jó halt. Hát azt mondta, hogy egy rohadtul idegesítő, hogy nincsen fodrász, és hogy a sérója állandóan össze-vissza áll, és ő presztízskérdést csinál. Nagyon összeesett, nem tud eleget gyúrni, mert kipróbálta a fegyencedzést bent, már amennyit ő tudott a fegyencedzésről, azt kipróbálta, és az nem volt jó, illetve hát a színe is milyen, nincs egy normális szoli. Ja. És ezért kivegy. És a negyedik a barátnője. Az utolsó volt a barátnő, tényleg? És aztán hazament. Kik voltak azok visszatérve még egy pillanatra, akikről ilyen kandikamerás kép videók derültek ki? Kik voltak azok? Béres Alexandra. A Béres Alexandrák is bekamerázták. Volt valami bekamerázott öltözős balhéja. Elmentek valami RSG. Honnan tudom én? Az a durva, hogy annyira mondott fejből ezeket, hogy meglepő, hogy ők a béresek elmentek valahova, igen. És ott bekamerázták az öltözőt, és ők valami bemutatóra mentek, és ott átöltözött az Alexandra, ugye? Igen, egy ilyen fitness verseny volt, ez abban az időszakban volt, amikor még ezen a téren is aktív volt az Alexandra, és akkor valaki berakott egy ilyen kis kamerát, és akkor öltözködés közben. De neki kevésbé volt ez zavarom. De. Nagyon kiborult ez, igen, nagy balé volt. Persze, hát őről soha nem jelentek meg semmilyen szinten. Nincs mit akargatnia, csak nem akarta. Hát egy gyönyörű testű, fantasztikusan szép nőről van szó, tehát így nyilván nem ezért, hanem egyszerűen ezzel a műfaj nem ez jár együtt. Nyilván Kelemen annál nem verte volna ki a biztosítékot. Hát szerintem ő ezt megszokta. Nem? De érdekes, hogy nők például nem kameráznak be pali öltözőket. Tehát, hogy ez valahogy például a nőket is érdekli a mesztelen férfi. Ez miért van? Tehát miért a férfi szereti megkukkolni a nőt? A nőnek nem okoz örömet, hogy mondjuk lát mesztelen. Érted, mit mondok? Igen. Hogy a pali szeret kukkolni. És neki az egy izgalmi állapotot jelent. A nő nem szeret megnézni egy mesztelen pali? Tehát, hogy mit tudom én, elhívják valahova, mint a Delhusza John-t, bekamerázzák az öltözőjét? Hát most lehet, rossz mondtad? Példa volt. Igen, nem. Most miért pont a Delhusza-t mondtam? Ez nem biztos, hogy jó példa volt. De ugye palikról nem nagyon jön ki ilyen felvétel. Hát legalábbis a hölgyek azok kevesebbet beszélnek erről. Tehát náluk nem annyira domináns ez a dolog. Tehát, hogy így most pont, ha már szóba hoztad a VV-t, tehát ott azok a srácok se azért mutogatják magukat, vagy arra sem a pasik kíváncsiak, hogy hozzám méreckedjenek, hogy érted, állandóan mutogatják magukat, de tényleg. És akkor bement, nem is tudom, most legutóbb bement egy ilyen valami favágó gyerek, aki egyébként ki nem állhat téged, mert is nyilatkozott. Nem tudom, hogy mi a probléma, igen, de hát ő is nyilván így próbálja meg a saját kis vagy hívják ott 15 perc hírnevét megszerezni, hogy beszól azoknak, akik figyelnek helyette. Na mindegy, a lényeg, hogy ő is bement, és akkor rögtön kértek tőle a lányok egy live show-t. És már tolta is, mi? Hát ő se volt szívbajos, mondanom se kell.
Na mindegy. Jól van, oké. Szóval téged nem zavar a kamera, ez a lényeg. Nem, vigyék az jobban zavar, hogy eltűnik a hogy hívják? A fejpántod a csukoszorítod. És a Richtofi sportkrémet. És a Nokia. És az éves bérlet szelvényed. Fél tíz volt pontosan, 7 perccel mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival. 3:10 lesz pontosan 2 perc múlva. A Morning Show öltözőjét kameráznám be, Melinda küldte nekünk. Nagyon baj, mert hogy nincs. Igen, hát nem öltözünk. Jaj, néha itt helikopterezik egyet, de egyébként... De tényleg csak így a saját szórakoztatásomra. Néha nyitva hagyom így a recepció felé az ajtót, hogyha jön be valaki. Kicsit pörgetsz, Jani nem áll. Így van, bocs, Bali. És kész, ennyi. Igen, a takarítónéni reggel már nagyon sokat látott. Nagyon sokat élt, őt már nem tudom meglepni ezzel sem. Nagyon jó hozzászólások. Érkeztek. Csabi, hello, jó reggel! Én nem értem ezt az egészet, szevasztok. Aztán én este még megnéztem a Németország Chile-t. Chile egy árvagolt nem tudott rugni. Nem jobbak na, vagyunk, mint Chile. Igen. De igazad van. Csabi, jó, hát ezt, én ezt szeretem, ezt a pozitív hozzáállást. Igen, a világ első németekkel. De ez tök jó. Hát, így kell gondolni. Hát, na mindegy, is pálya, labda. Persze, érted? Gyerekek, ennek ellenére drukkolunk, jussunk ki, legyünk ott, a Pintérnek adjuk időt, nyilván 2 hét alatt senki nem csinál csodát, csak ezt a vergődést látva az ember három mindig olyan szomorú, tessék? 3 hét. Vagy 3 hét. Azt mondtad, hogy nem, csak mondod, hogy adjunk neki időt. 2 hét alatt nem csinál csodát. Akkor 3 hét alatt. Három. A legboldogabb lennék, ha kijutnánk, hát olyan szinten mindenfajta siker ránk fér, hogy az ember persze, hogy drukkol, csak én mondom megint kicsit, azt mondtam, hogy de jó, hát ha majd most. Azt már 10 éve azt mondom, hogy de jó, hát ha majd most. Aztán egy picit mindig elkésődött. 86 óta mondjuk. Csabikám, mi újságban volt ez, Zenim? Ma nem voltam, a csütörtök az általában olyan nap, amikor semmi nem történik. Nem megyek masszörhöz, nem megyek futni. Viszont torkos csütörtök van. De neki minden héten. Viszont úgy bereggeliztem, mint az állat, hogy legyen mit ledolgozni a többi napokon. Az helyes. Kell egy ilyen is. Persze, mert a pihenőnap az legalább ugyanolyan fontos, persze, mint az edzőnap. Így van, regenerálni kell ennek a kisikerelt testnek. Hívjuk a naphallgatóját már is. Ha mondja, hogy Morning Show, megkapja az ajándékcsomagot. És... igen. Passztartó egérrel átét és bögre. Még mi is szokjuk, hogy megváltozott az ajándékcsomag. Van Hélen, Jump. Van Hélen. Nem voltál biztos benne, vagy így nagyon félve mondtad. Hello. Biztos voltam benne, csak izgulok egy kicsit. Izgulsz egy kicsit, hogy hívnak, nem írtad alá? Balázs vagyok. Hello Balázs, hol hallgatsz minket helyileg, Balázs? Siklóson. Siklóson. Nagyon szép város, nagyon szeretem. Már könyvbe lábadt a szeme Janinak, igen, egy vár. Denges kapitány, egy gyönyörű Jami. Igen. Balázs, írtál nekünk egy SMS-t, be is olvastuk adásban, most még egyszer tetszett a hozzászólás. Pintér azt nyilatkozta a meccs előtt, hogy nem szerethető válogatottat akar, hanem haraposat. Szerintem az eleje bevált. Ezzel pedig kellettél a meghallgatóan. Nézted a tegnapi meccset? Hát igen, az elejét sikerült. Föladtad? Katasztrófa volt. És elkapcsoltál, vagy föladtad, vagy nem bírtad? Nem, el kellett mennem. El kellett mennem. Otthonra. Nem tudtam nézni a végét. Nem vagy, drukkolunk a fiúknak, hát ha tényleg, komolyan mondom. Ja. Balázs, van egy szép ajándékcsomagot, jó? Bögre, egéralátét, pasztartó, a bögre új, az egéralátét új, gyönyörű szép, tényleg mindegyik, úgyhogy használd őket egészséggel, küldjük neked. Köszönöm. És jó, egy plusz ajándékot is kapsz, azt meg mindjárt meghallgatod, hogy micsoda. Bizonyám. Oké, köszönöm. Köszönöm, minket hallgatsz. Ciao. Hello, hello. Csabikám, remek zenéid lesznek ma is? Mind közben játszom természetesen a remek zenéket, folytatódik a játék is, az új Nissan Qashqai Quiz, tehát továbbra is lehet jelentkezni, lehet nyerni ajándékcsomagot, és a fődíj ugye továbbra is az egy hetes extra hosszú Qashqai tesztvezetés, és közben egy olyan előadóval találkozunk, egy holland star DJ-vel, aki 94 óta van itt velünk, és még jelenleg is a világ legjobb DJ-i között a negyedik, tehát számon tartják még mindig, ő Tiesto. És neki van egy újdonság, a Red Lights, amiben Michael vagy Michel Citron énekel. Citron? Citron. Meghallgatjuk, egy jó Tiesto. Jól van. Csabi, jön a kívánságműsorral, 555-55-00, ez a telefonszám, pedig holnap. Szevasztok! Sziasztok!